2017. szeptember 5-én, kedden 13 óra 4 perckor jelent meg az alábbi tudósítás a 444.hu hírportálon. Észak-Korea sötétbe borítaná az Egyesült Államokat. A multifunkciós termonukleáris bombának nagy ereje, nagy magasságban felrobbantva pedig akár szupererős elektromágneses támadásra is használható írta az észak-koreai rezsim hivatalos közleményének is tekinthető beszámolójában a vasárnap reggeli kísérleti termonukleális robbantásról az észak-koreai állami hírögynökség, a KCNA. A sajátos zavarba ejtőn konkrét fenyegetés a Wall Street Journal szerint adhat okot némi aggodalomra. Az biztosan tudjuk, hogy Észak-Koreának van atomfegyvere és már az Egyesült Államok kontinentális részét is elérő rakétája, tehát ebben képes lehet egy elektromágneses támadásra, aminek akár pusztító hatása is lehet. Hogy pontosan milyenek, arról megosztanak a vélemények. A legoptimistábbak szerint olyan nagy baj nem lehet belőle. Ők leginkább az amerikaiak 60-as évekbeli nagymagasságú termonukleáris robbantásaira mutogatnak, amelyek során ugyan keletkezett elektromágneses impulzus, melynek hatását a robbantás helyétől majd 1500 kilométerre, re havajon is érezték, de a pusztítás nem volt jelentős. Kidurant nagyjából 300 utcai lámpa izzója, és megszólalt néhány riasztó. Az ennél vészjósóbb képet festők érvei szerint ennek jelentős részben a robbantás egyenlítőhöz közeli helyszínének is köze volt. Az ennél északabbra fekvő Egyesült Államok felett robbantva megsokszorozódna a robbanáskor keletkező elektromágneses impulzus ereje, a Havain-mért 5,6 kV per méterrel szemben egy hasonló fegyver Észak-Amerika felett. 22-30 kV per méter erejű impulzust keltene. Az amerikai hadsereg egy 1994-es tanulmánya szerint egy 400 kilométeres magasságban dél felett felrobbantott nukleáris fegyver nagyjából az egész kontinentális Egyesült Államokat lefedő elektromágneses impulzust generálna. Az impulzus pedig most, 55 évvel a fent hivatkozott kísérlet után sokkal nagyobb pusztítást okozna, már csak azért is, mert sokkal több elektromágneses impulzusra érzékeny eszközt használunk. Ráadásul egy sikeres elektromágneses támadásnak nem feltétele a minél nagyobb bomba, a most robbantott 100 kilotonnás termonukleáris fegyver pedig nem is a legalkalmasabb a feladatra, a korábbi kísérletekhez használt atombombák pusztítóbb hatásúak lehetnek e-bombaként bevetve. A legpesszimistább forgatókönyvek szerint egy ilyen támadás hónapokra kiiktathatná az amerikai elektromos hálózatot, ez pedig közvetve rengeteg emberéletet követelne a kórházi ellátás, a hatékony kommunikáció és az áruszállítás ellehetetlenítésével. Egy ilyen támadás védtelenné is tenni az Egyesült Államokat, bár csapásmérő képességétől nem fosztaná meg. Hogy mekkora a reális veszélye egy ilyen támadásnak, az felbecsülhetetten. A Wall Street Journal Yusuf M. Bat fizikus 2010-es elemzését idézi, aki szerint az Észak-Koreához hasonló Lator állam inkább látványos és közvetlen földfelszíni robbantást választana a megbízhatatlan és bizonytalan elektromágneses csapás helyett, mert a tömegpusztító fegyver előnyösebb a tömeges zavart keltő fegyvernél. A Wall Street Journal szerint az biztos, hogy immár indokolt lenne az e-bomba elleni védekezés is, még ha ennek vannak is nehézségei. Az elektromos hálózat és az elektromos eszközök nagy része a villámlás okozta túlfeszültség ellen védett elméletben elektromágneses impulzussal szembeni védőrendszerekkel is fel lehet szerelni ezeket az eszközöket, de a teljes hálózat védettététele rendkívül időigényes, a védekezés pedig nem feltétlenül hatásos. Egy nukleáris elektromágneses impulzus három hullámából az első ugyanis olyan nagy frekvenciájú, hogy a hagyományos túlfeszültségvédők hatástalanok ellene. A második impulzus hullám ellen már hatásosak lennének ezek az eszközök, ha az első nem ütötte volna már ki mindet. William már Fortune egy másodperccel később. Fordította Nagy Ambrus. Lányomnak, Megan Méri forcsennek és az őt védelmezőknek, akik biztosítják, hogy békében nőhessen fel valamint édesapámnak, John Joseph Folcsennek, akitől megtanultam, mi is az élet igazi értéke. Köszönetnyilvánítás! Az író valójában egyetlen könyvét sem mondhatja saját művének. Munkáim, az én esetemben is sokkal inkább azokra mutatnak vissza, akik gyerekkoromban inspiráltak és megtanítottak rá, hogyan legyek tanár, író és apa akik olvasóim közül velem együtt a hidegháború science fiction regényein nőttek fel, még bizonyára emlékeznek az Alasz Babilonra, valamint az utolsó part és a Testamentum című nyomasztó posztapokaliptikus filmekre. Alas Babilon, Pat Frank, amerikai író, 1959-ben megjelent regénye, amely az atomkor első apokaliptikus könyvei közé tartozik. Bár az ezen alkotásokban lefestett Lidész a valóságban végül nem következett be, mindenképp érdemes elgondolkodnunk rajta, hogy megjelenésük idején a bennük rejlő figyelmeztetés vajon elősegítette a katasztrófák elkerülését. Rám gyakorolt hatásuk jelen könyvemben egyértelműen tetten érhető, hisz figyelmeztető üzenetük legalább olyan valós volt annak idején, mint most ezé a történeté. Külön köszönet jár barátomnak, Newt Gringrichnek, amiért vállalta, hogy előszót írek könyvhöz, és ugyanígy a rengeteg biztatásért, tanácsért és fontos kapcsolatokért, amikkel végig a segítségemre volt. Az Egyesült Államok haditengerészeténél szolgáló Will Sanders kapitány a könyv témájának egyik legismertebb szakértője a világon, Nyút mutatott be minket egymásnak, tanácsai pedig kiváló barátságával együtt, felbecsülhetetlenül értékesnek bizonyult a projekt számára. Sanders kapitány vérbeli professzionalizmusát semmiképp sem hagyhatom szó nélkül, erre nem válaszolhatok, reagált többször is bizonyos kérdéseimre, amivel a téma mindig lezártnak minősült amiről végül felvilágosított, mindig nyilvánosan hozzáférhető és nem titkos adatokra támaszkodik. Az elektromágneses hullámok fenyegetésének vizsgálatával foglalkozó kongresszusi bizottság elnöke és a közérdekű szolgája Roscoe Bartlett szintén inspiráló személyiség volt számomra. Jean Safford régi íróbarátom említése elsőre talán furcsán hathat ebben a köszönetnyilvánításban. Nevem ma már csak keveseknek cseng ismerősen, bár híres filmjét egy család karácsonyáról a nagy gazdasági világválság alatt szinte mindenki ismeri. A Christmas Story karácsonyi történet 1983. Írásai és rádióműsora nagy hatással voltak rám New York mellett töltött gyermekéveim alatt, és óriási szerencsémre később Maine államban szomszédok is lehettünk. Zöldfülű íróként sok csodás percet töltöttem Ginnel, és máig emlékszem, ahogy újra és újra elismétli: Arról íri, amit ismersz, kölyök. Jó néhány múltban és jövőben játszódó könyvem után most először vágtam a fejszémet egy jelen idejű történetbe, az eseményeket pedig Jean tanácsára helyeztem saját szülővárosomba. Black Mountain városkája, Esvill és a montrít főiskola ahol történelmet tanítok, mind nagyon is valóságos helyszínek. Fiktív történetről lévén szó, a szereplők természetesen kitalált karakterek, de barátaim és szomszédaim felismerhetnek bennük egy-egy csipetnyit saját magukból. Mindannyiuknak a legőszintébb köszönettel tartozom a sok-sok éves barátságukért. Külön köszönet jár a helyi rendőrfőnöknek, Jack Stegsnek értékes meglátásaiért, valamint családi háziorvosunknak és a helyi gyógyszertár vezetőjének, jelen történetemmel kapcsolatos beszélgetéseink mindannyiunkat mélyen elgondolkodtattak. Hasonlóan hálás vagyok továbbá Will Butterworthnek, akinél jobb a barátot és szerkesztőt nem is kívánhatnék. Mint mindig, most is köszönet illeti a Montrit főiskolát és a több ezer diákot, akiket az évek során volt szerencsém tanítani, és akiket mélyen a szívembe zártam. Tantestületi kollégáim, a főiskola rektora és igazgatósága, különös tekintettel Andy Andrews Ohama Bécsi veteránra, aki évek óta igaz barátom, mind inspirálólag hatottak rám. Köszönet az otthonomhoz közeli szanatórium teljes személyzetének, akik végigkísérték édesapámat életének utolsó évén, és vele együtt nekem is útmutatást adtak a nehéz időszakban. Az intézmény minden egyes dolgozója egy megtestesült őrangyallal ér föl. Egy író természetesen nem létezhet jó szerkesztők, kiadók és ügynökök nélkül. Tom Doherty mindig a legjobbak egyike lesz a szememben. Eleanor Woodnak, John Morrisnak és Kevin Clearynek őszinte hálával tartozom, mint olyan ügynököknek, akik végig hittek ebben a könyvben. Diana Clair szintén olyan ember, aki őszintén hit bennem, és akinek szeretetteljes bátorítása mindig épp akkor érkezett, amikor a legnagyobb szükségem volt rá. Brian Thompson, mindent köszönök! Végül azt remélem, hogy a könyvemben leírt történet sohasem válik valóra. A veszély valós, riasztóan valós, hátterének vizsgálata, szakértőkkel folytatott beszélgetések, és a történelem tanulmányozása során pedig csak még inkább riasztóvá vált. A nagy civilizációk sajátja, hogy gyakran épp akkor omlanak össze, amikor polgáraik, a nemzet tagjai a legnagyobb biztonságban érzik magukat. A barbárok a kapuk előtt, vészkiáltás gyakran már túl későn, derült égből villámcsapás módjára hangzik csak fel, amikor már nem is igen követheti semmi. A mai világban élnek olyanok, akik ezt kívánják nekünk, és azon dolgoznak, hogy e fenyegetést valóra váltsák. Ahogy Thomas Jefferson mondta, a szabadság ára az örökös éberség. Őszintén remélem, hogy évekkel később öreg éveimre kritikusaim a könyvemben taglaltakat teljes ostobaságnak tartják majd. Ha így lesz, teljesen nyugodt leszek, mert éberek maradtunk, és a lányom, illetve a szeretteim sosem tapasztalják majd meg azt a világot, amelyről az alábbiakban írok. William R. Fortune, Black Mountain, Észak-Karolina, 2008. júliusan Előszó New greenwich az Egyesült Államok képviselőházának elnökétől. Bár a könyv, amit az olvasó a kezében tart, fikció csupán, valós tényeken alapul, talán a jövő történelme, ami mélyen elgondolkodtat és egyszerre el is borzaszt mindannyiunkat. Mindezt évtizedek alatt összegyűjtött személyes ismereteimre támaszkodva mondhatom arról a nagyon is valós fegyverről és fenyegetésről, amely Will Fortune egy másodperccel később című regényének középpontjában áll. A szeptember 11-i terrortámadások óta számos, a nemzetünket fenyegető veszélyforrás kapott széles körű figyelmet, újabb eltérített személyszállító repülőgépek, biológiai és vegyi támadások, sőt az úgynevezett piszkos bomba, vagy egy valódi nukleáris töltet felrobbantásának lehetősége valamelyik amerikai nagyváros szívében. Sokkal kevesebb szó esett viszont az EMP elektromágneses hullámot kibocsátó borzalmas és valóban megsemmisítő erejű fegyverek fenyegetéséről, amiről máig még hallani is csupán kevesen hallottak az Egyesült Államok haditengerészeténél szolgáló barátom és ezen fegyvertípus legkiválóbb amerikai szakértőinek egyike, William Sanders kapitány a könyv utószavában szabadon hozzáférhető dokumentumok segítségével részletesen elmagyarázza majd az efféle fegyverek működését. Röviden összefoglalva, ha egy atombombát magasan a föld légköre fölött robbantanak fel, a detonáció egy fénysebességgel haladó lökés hullámot idéz elő, amely minden elektronikus eszköz rövidre zár, ami a föld felszínére érve az útjába kerül. Legegyszerűbben egy hatalmas villámcsapásként képzelhetjük el egy lakóház mellett, amely kisüti a benti számítógépet, egy valódi EMP támadás esetében a villám viszont az egész országot megbénítja mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül, és egy csapásra tönkre teheti a teljes áramellátási hálózatot minden olyan elektronikus eszközzel együtt, amely a támadás pillanatában ahhoz csatlakozik. A veszély és a fenyegetés valós, nagyon is valós, és a lehetősége másokkal egyetemben engem is hosszú évek óta mélységesen nyomaszt. Kedves barátommal, Will Fortchennel közösen hat történelmi regényt jelentettünk meg az évek során. Ezen idő alatt lehetőségem nyílt igazán jól megismerni őt. Történelemből doktorált a Párdu Egyetemen, szakterülete pedig a katonai technológiák fejlődése, jelen regénye tehát nem csupán túlcsorduló fantáziájának terméke. A könyv ötlete eredetileg egy évekkel ezelőtti beszélgetésünkből fakadt, amelynek végén Will bejelentette, hogy úgy érzi, Regény formájában kell megismertetnie az EMP fenyegetését az emberekkel. Ahogy korábban már leírtam, e könyvet egy rémisző jövőképnek tartom, egy olyan jövőjének, ami valóban bekövetkezhet. Számos fiktív történettel előfordult ez már, H.G. Wells ijesztő pontossággal jósolta meg a mára csak világháborúként ismert világégéseket, a hidegháború két nagy filmklasszikusa, az Alice Babylon, és a testamentum pedig mélységesen megrendítő bepillantást nyújtott abba a szörnyű valóságba, amely az Egyesült Államok és a Szovjetunió között kitörő atomháború alatt várt volna a lakosságra. Will maga is elismeri, hogy a fenti két klasszikus műmodellként is szolgált jelent könyvéhez. Mellettük mindenképp megemlíteném még a talán máig leghíresebb lehetséges jövőképet megfestő művet, George Orwell 1984-ét. Ha a totalitárius rezsimek aljas gonoszsága szabadon virágozhatott volna a II. világháború utáni, még csak romjaiból éledező Európában, Orwell könyvének világa valósággá válhatott volna. Könnyen lehet, hogy regényének megírásával Orwell felhívta a figyelmet a leselkedő fenyegetésre, és ezáltal megmentett minket a nagy testvértől, és a gondolatrendőrségtől. Szeretném hinni, hogy Vil regénye is ugyanezt teszi majd. Kormányunk és állami szektorunk soraiból mindeddig csak igen kevesen néztek nyíltan szembe a fenyegetéssel, amelyet akár már egyetlen rossz kezekbe került, masszív EMP hullám elindítására kalibrált atombomba is jelenthet. Egy ilyen támadás szó szerint egy szempillantás alatt leszámolna a nemzet összetett, Törékeny, high-tech társadalmával, és egyenesen középkori életkörülményeket teremtene. Már az első héten emberek milliói halnának meg, köztük talán ön is, kedves olvasó, amennyiben az élet legalapvetőbb szükségletei tiszta víz, élelem mellett bizonyos gyógyszerekre is szüksége van az életben maradáshoz. Vilregényének helyszíne valóságos, a történetet szándékosan helyezte a szülővárosába, ahol él, és a főiskolára, ahol dolgozik. Jól emlékszem a beszélgetéseinkre, amikor még csak dolgozott a könyvön. Több alkalommal is mélyen felkavarták a tények, amelyek kutató munkája során jutottak tudomására, és amelyeket épp egy történetben próbált megosztani mindannyiunkkal. A legborzalmasabb saját elmondása szerint az volt, amikor saját tizenéves lányát kellett beleképzelnie a regény rémálomszerű valóságába, hiszem, hogy ezt a mélységesen rémisztő szempontot olvasóként mindannyian ugyanígy átérezzük. Két unokámra gondolva mindez rám is roppant nyomaszó hatással volt. Akár csak Will, én is meg akarom védeni őket, és egy olyan Amerikát szeretnék rájuk hagyni, ahol a jelen könyvben tárgyalt fenyegetés semmiképp sem válhat valóra. A veszély valós, nekünk, amerikaiaknak pedig szembe kell néznünk vele, fel kell készülnünk rá, és meg kell előznünk. Ha nem tesszük, az általunk ismert, dédelgetett és szeretett Amerika egy másodperccel később mindörökre kicsúszhat a kezeink közül. Én lettem a halál, a világok pusztítója. Első fejezet John Matheson lemet a nylon zacskót a pultról. Egész biztos, hogy ezeket nézte ki? kérdezte. Nancy, az Ivi Corner néven futó kisbolt tulaja csak mosolygott. Nyugi, John! Már hetekkel ezelőtt kiválasztotta őket. El sem hiszem, hogy már tizenkét éves nagylány. Sok puszit és ölelést küldött neki. John bólintott, majd sóhajtva mérte végig a szacskóból kikandikáló bíni bébi plusz állatkákat, egész pontosan tizenkettőt, a szülinapos Jennifer minden évére egyet. Nagyon remélem, hogy a tizenharmadikon még mindig csak ezekért lesz úgy oda. Tette hozzá. Isten óvjon a naptól, amikor bekopogtat az első randira ácsingózó srác. Nancy egyetértőn bólogatott, és mindketten felnevettek. John nem a levegőbe beszélt, másik lánya, a 16 éves Elizabeth, már most épp elég okot szolgáltatott arra, a már meglévők mellett is, hogy John azt kívánja, bár megállíthatná az időt, vagy legalább néhány nappal, héttel vagy hónappal meghosszabbíthatná azt a csodás időszakot, amire az apák később oly boldogan emlékeznek vissza, a korszakot, amikor a kicsi lányuk még valóban csak az övék. Csodálatos tavaszi nap volt, a cseresznyefák virágba borulva sorakoztak az út mentén, ide-oda szálló rózsaszín szirmaik játékosan kavarogtak a szélben. John Kellordoki rendelője és a régiségboltok felé indult a főutcán, és közben elsétált a múlt hónapban nyílt, gótikus hangulatú új művészeti galéria a megszokott ajándékboltok és az ősrégi retrofagylaltozó mellett. Az árakon kívül, egy gombóc másfél dollár, valóban minden noszalgikus volt benne. A fagyizó után Benzon antikváriuma és ritkaságboltja következett. John szívesen beugrott volna pár percre, tétovázott is egy kicsit, majd előbányázta a mobiliát és megnézte, mennyi az idő. Délután fél három volt. Az iskolabusz háromra ér be, ma tehát ki kell hagynia a kávét és az általában végnélküli többnyire könyvekről és történelemről folyó beszélgetést. Walt Benson persze már kiszúrta a kirakat üvegen keresztül, egy bögrét mutatott fel, és kedélyesen integetett felé. John csak a fejét rázta, és sajnálkozva a csuklójára mutatott, bár valójában már régen nem hordott karórát. Lassan tovább indult Taylor vas és vegyes kereskedése felé a következő sarkon, ahol talon terepjáróját hagyta. Egy pillanatra megállt, visszafordult, és végignézett a hosszú főutcán, amelyen egész idáig bandukolt. Mint egy átkozott Norman Rockwell festmény, gondolta magában, immár legalább ezredszerre. Itt kötött hát ki végül. A fene se gondolta volna, ő maga sem így tervezze, sőt, eleinte igazából nem is igen akart belemenni. Nyolc évvel ezelőtt még hat történetet tanított, és az asszimetrikus hadviselésről tartott előadásokat a carlisle katonai főiskolán Pennsylvániában, és tűkönülve várta, hogy végre előléptessék, és ezzel megkapja az első katonai csillagát. Röviddel ezután két dolog is történt. Az előléptetés jóvá hagyták, John pedig egyből ki is nevezték összekötő Tisznek a NATO brüsszeli kirendeltségéhez. Ez igencsak hízelgő megbízás volt, ami karrierjének csúcsa és egyben utolsó állomása is lehetett volna. Pár nappal ezután azonban Méri holcsápattan, összeszorított ajkakkal állított haza az orvostól. Két szót tudott csak kinyögni. Melrákom van. Bob Scales, a Kerlis katonai főiskola főparancsnoka, John régi barátja és Jennifer keresztapja, apja, tökéletesen megértette a kérést, amelyel John ezek után megkereste, mi lenne, ha az előléptetés után inkább a pentagomba helyeznék. Így lehetőség nyílna rá, hogy a család a John Hopkins Egyetem és Méri családjának közelében maradhasson. A dolog persze kivitelezhetetlen volt. A leépítések már korábban megkezdődtek, és bár a fejesek mind igyekeztek együttérzőnek mutatkozni, a régvált csillagot csak akkor kaphatta meg, ha elfogadja a brüsszeli posztot, egy év múlva talán már találnának neki helyet az államokban. John beszélt Méri orvosával, majd ott a hadsereget. Méri kívánságára inkább hazatértek az Észak-Karolinai Black Mountain kisvárosába, közel a Chapel Hildi rákkezelő központhoz. Bob kapcsolatai egészen rendkívülinek bizonyultak, Miután John megemlítette neki Black Mountain-t. Egyetlen telefonhívásba került az egész, bár az öreg diákok mindenkor összetartó hálózatához fordulni már akkor sem igazán számított politikailag korrekt megoldásnak, a kitaposott utak továbbra is remekül működtek, mindenki ott segítette a régi barátokat, ahol tudta. Black Mountain ugyanis Méri szülővárosa volt, a helyi Montreat főiskola rektorának pedig. Nagy hirtelen, égető szüksége támadt egy asszisztensre a fejlesztési igazgató mellé. Bár John szívből gyűlölte a vége láthatatlan adminisztrációs munkát és a felvételikkel való bíbelődést, összeszorított foggal mégis kivárta, amíg végül felszabadult egy oktatói állása történelem tanszéken, amelyet négy évvel ezelőtt végül be is tölthetett. John esélyeit tovább javította Bob Scales és Dan Hunt, a főiskola rektorának régre visszanyúló barátsága. A 70-es években Bob egy bevetéskor egy éles aknamezőről mentette ki Dent, az efféle tartozást pedig nem felejti el, egy hamar az ember. Az incidensben Den végül így is elveszítette az egyik lábát, Bobot pedig a mentő akcióért újabb bronzsillaggal tüntették ki máig jó barátok maradtak, és mindig igyekeztek segíteni, ha kihúzhatták a másikat, netán a másik szeretteit a pálcból. Méri tehát hazatérhetett végre, miután összesen húsz évig követte john a Benning erődből Németországba, majd Okinaváról a sivatagi vihar hadművelet izzasztó csatái közé. Hazatérésük után a Pentagon következett, egy csodálatos év a West Point katonai akadémián, majd három másik a carlisle katonai főiskola oktatójaként. A szívemélyén John mindig is történelem professzor volt, a Pentagon személyzeti irodájában görnyedő rohadék tehát, aki az áthelyezési kérelmét annak idején megtorpedozta, valójában óriási szívességet tett neki. Így alakult tehát, hogy egyszer csak újra az Észak-Karolinai Black Mountain-ben találták magukat. A lehetőség láttán June egy percig sem hezitált, és azonnal lemondott posztjáról az előléptetéssel együtt, hogy így Méri kívánságának megfelelően visszavonulhassanak az eldugott karolinai hegyek közé. Újra visszanézett a főutcára, az idő és a temérdek emléke egy pillanatra teljesen megbénította. A jövő éten lesz négy éve, hogy Méri elment. Az utolsó alkalommal, amikor még a saját lábán mozdulhatott ki, épp ezen az utcán sétáltak végig lassú, kimerítő léptekkel, pont itt, ahol kislánykorában annyit szaladgált, fel alá. Őszintén szólva, a hely tényleg egy kiköpött Norman Rockwell városka volt. John méri utolsó sétájára gondolt a főutcán, minden városlakó ismerte, mindenki tudta, mi van vele. És egy köszöntésre, egy ölelésre, vagy egy puszira mégis mindenki odajött hozzá. Persze, mint tudták, hogy a kedves gesztusok valójában a búcsú kényszerű rítusai, mégsem mondta ki egyikük sem. Valódi szeretet sugázott mindőjükből, amit John azóta sem felejtett el nekik. Félretolta a gondolatot. Még mindig túlzottan a hatása alatt volt, Jennifer busza pedig húsz perc múlva beér a városba. Beült a kocsiba, elfordította a kulcsot, bekanyarodott a stét útra, és kelet felé indult. Szerette az egész városon át kanyargó utca épületeinek homlokzatát, a boltokat és a sok-sok vörös téglás házat még a század forduló idejéből. A városka annak idején virágzó, a közeli tuberkulózis szanatóriumok közé szerveződő közösség volt amikor az 1880-as évek elején a vasút végre áttört Észak-Karolina nyugati hegyvonulatain, a bevándorlók első hullámának nagy része tuberkulózisban szenvedő betegekből állt, szinte ezrével érkeztek a napsütötte hegyoldalakon módjára szaporodó szanatóriumokba. Az 1920-as évek elejére már tucatnyi hasonló intézmény át Esville, a Black Mountain-től 20 kilométerre nyugatra fekvő nagyváros környékén. Ekkor ütött be a gazdasági világválság. Black Mountain-ben pedig, mintha megállt volna az idő, egészen addig, míg a háború után forgalomba nem kerültek az antibiotikumok. A szanatóriumok szépen lassan kiürültek. A városka mesés öreg épületei amelyek helyét másút már rég átvették a plázák és a bevásárló központok, csodák csodájára szinte mind érintetlenül megmaradtak, a haladás szele elsüvített Black Mountain fölött. Egyes szanatóriumi épületeket jelenleg különféle felekezetek béreltek konferencia központok gyanánt, másokban nyári táborokat szerveztek gyerekeknek és fiataloknak. John jelenlegi főiskoláját is egy ilyen kúriában alapították a mindenki által csak a szorosként emlegetett területen. Apró intézmény volt, nagyjából 600 diákkal, főkép észak- és dél-karolinai kisvárosokból, de jöttek néhányan Atlantából és Floridából is. Bár a fiatalok egy részét hamar kikészítette a külvilágtól való hozzávetőleges elzártság, ami a főiskolát jellemezte, sokan azért pironkodva bár, de elismerték, mennyire a szívükhöz nőtt a festői kampusz, az általános biztonság vagy épp a régi favágó ösvény a főépület mellett, amely egyenesen a Mitchell hegyre vezetett. Vadvizi sem kellett messzire menni, az erdő pedig a relatíve szigorú főiskolai házirendet megkerülve remek buli helyszínnek bizonyult az ezt igénylő diákok számára. A városka, amely csodával határos módon megtartotta bájos, századfordulós jellegét, az 1980-as években újra éledezni kezdett, Manapság nyáron és ősszel csak úgy hömpölygött az utcákon a síkvidékek forrósága elől menekülő Charlotte vagy Winston szállámi kirándulók és turisták tömege. Nyaranta több százon költöztek ki a nagyvárosokból a szorosban álló világba, amelyek közül sok egyenesen a déli államok letűnt gazdagságát idéző palota és egyben mementó volt. Méri családja is itt élt, mélyen a déli államok régi fényének és kultúrájának szívében. Jenny mama, Méri anyja és Jennifer névadója máig makacsú ragaszkodott a szorosban álló házhoz, és hallani sem akart a költözésről, még annak ellenére sem, hogy a rák utolsó stádiumában lévő Tyler papa egy ideje már egy közeli idős otthon lakója volt. John tovább vezetett kelet felé, a Svannanoa felől beáramló forgalom a 40-es autópályán nagy robajjal húzott el a bal oldalán. A városka nagy öregei a mai napig gyűlölték az átkozott autópályát, mielőtt elért volna idáig, Black Mountain egy álmos falucska volt csupán a déli hegyek között. Az autópálya azonban utat nyitott a fejlődés, a forgalom és a hétvégi turisták tömegei előtt a kereskedelmi kamara nagy-nagy örömére, mindenki más azonban csak fogcsikorgatva tűrte az elkerülhetetlen változásokat. John kiért a városból, és az autópályával párhuzamos régi országúton hajtott tovább még nagyjából másfél kilométert, majd jobbra ráfordult a város fölé emelkedő domboldalban kanyargó földútra. Ahogy a régi hegyi vicc is tartotta, ha a földút felé igazítanak útba, nem kérdés, hogy a hegyekbe tartasz. New Jersey gyerekként John még mindig élvezte, hogy egy hamisítatlan földút mentén a déli államok szívében él egy hegyoldalban, ahonnan minden nap pazar kilátást árul elé. Mérivel közösen vásárolt ház a térség első nagyobb fejlesztési hullámában épült. A megyében ekkor még nem voltak előre kijelölt övezetek, a domb alján pár lakókocsi árválkodott csupán konni járborókai bája mellett, aki áram és központi vízvezeték nélkül is bűbájos alsó szomszédnak bizonyult. Konni telke mellett Jim Bartlett egy ízig-vérig hatvanas évekből itt maradt külön Volkswagen műhelye állt, az udvarán tucatnyi, egymás hegyén hátárosdásodó bogár hátúval, furgonnal és néhány valóban nagy értéket képviselő Volkswagen busszal és Karman Giával. A házból, amelyet Méri és Zsón, a két vérbeli Tolkien rajongó találóan csak völgyzugojnak hívott, lenyűgözően széles kilátás nyílt az alant elterülő völgyre. A láthatáron Esvill legmagasabb épületeit a Grízmoki hegység fogta keretbe, a ház pontos nyugati fekvése miatt pedig Méri minden nap megcsodálhatta a naplementét. Amikor a barátainak próbálta leírni a látványt, John általában csak ennyit mondott, csak nézzétek meg az utolsó mohikánt. Fél órányira forgatták a házunktól. A ház maga egy meglehetősen modern, magas mennyezetű családi fészek volt. A nyugati falat a hálószobától a nappalinát az ebédlőig egybefüggő üvegelemek alkották. Az ágy méri kérésére, szemben állt vele, hogy a hatalmas ablakon át életének utolsó napjaiban is zavartalanul figyelhesse tovább a kinti világot. John begördült a kocsi behajtóra. A két bolond, házőrző, Ginger és Zek épp a hálószoba teraszán napozott. Gyönyörű, de bámulatosan buta golden retrieverek voltak, John közelettére villám gyorsan felpattantak és őrült ugatásban törtek ki, mintha betolakodót szimatolnának. John persze nem volt valódi betolakodó, ha az lett volna, a két jómadár ilyettében már rég maga alá volna az ilyettségtől Jennifer szobájában. A két kutyus átrohant a hálószobán, vagy kiszaladt a bejárati üvegajtó alsó felén tátongó lyukon. John már évekkel korábban feladta az ezzel kapcsolatos küzdelmet, bármivel is egészítette volna ki az üvegajtót, a kutyák pár nap alatt úgyis tönkretették volna. Az, hogy az ajtót kulcsra zárja, ma már szinte eszébe sem jutott. Bármilyen furcsa volt is eleinte, az emberek Black Mountainban csak nagy ritkán zárták be a házaikat, és a kocsikulcsot is bátran az autóban hagyták. A gyerekek itt esténként kint játszottak az út közepén, július 4-én, karácsonykor, és a teljesen nevetséges Tobosz fesztiválon pedig minden évben parádés felvonulás haladt végig a városon, ez utóbbi alkalom nem lehetett teljes a toboz hercegnő ünnepélyes megkoronázása nélkül. Méri már bimbózó kapcsolatuk elején majdnem elsüllyedt szégyenében, amikor Tyler papa büszkén John orra alátolta a lányáról, mint 1977 hivatalos toboz hercegnőjéről készült megsárgult potót. Itt a világos nyári estéken még mindig járt a fagylaltos kocsi. New Jersey államban, New Yorkban eltöltött gyerekkorához képest Johnnak mindez máig egy egészen más világot jelentett. A kocsi behajtó végében egy másik autó állt. Jenny mama, Méri anyja már korábban megérkezett. Egyelőre 1959-es, különösen szeszélyes Ford eszelének kormánya mögött öldögélt. Ford. Innen származott Méri családjának vagyona, egy Észak- és Dél-Karolinában elterjedt autókereskedés láncból, amelynek története összekapcsolódott a híres Henry Ford fénykorával. A szorosban álló ház falán még egy bekeretezett fotó is lógott Méri Déd nagyapjáról, amint Henry Ford mellett áll egy Charlotte autókereskedés ünnepélyes megnyitóján, még az első világháború előtt. Bár a városkában nem a túlzottan üzleties viselkedés, és maga Jenny is jobban szeretett a kifinomult déli hölgy szerepében tetszelegni, John tudta, hogy a maga idejében a mama, akárcsak a férje, éles eszű és ravasz üzletasszony volt. John bekanyarodott az egyszer mellé, mire Jenny letette a kezében tartott könyvet, és kiszállt a kocsiból. Szia, Jen! Jen egyenesen gyűlölte, ha John mamának, anyukának, anyunak, vagy ne adj Isten, a főben járó bűnök legsúlyosabbikaként maminak vagy nagymaminak szólította. Az igazat megvalva annak idején nem épp egy északi Jenkiszánt szánt a kislánya férjéül, a kezdeti ellenszenv azonban idővel megszelidült, különösen azután, hogy méri diagnózisát követően veje azonnal hazaköltözött, és így hazahozta az unokáit is. John is kiszállt a kocsiból. Közel két méteres magasságával messze a 160 centi körüli Jen fölé tornyosult, amint üdvözlésképp puszit adott anyósa arcára, Jen pedig viszonzásképp gyengéden megszorította a karját. Már azt hittem, sosem élsz ide. Jennifer bármelyik percben befuthat. Jen hanghordozása egyelőre semmi jelét sem mutatta az öreg hölgyek, tipikusan elvékonyodó és idővel egyre érdesebbé váló hangjának. John elég gyakran tűnődött is ezen, vajon éjszakánként a tükör előtt állva gyakorol, hogy megtartsa fiatalosan dallamos déli hanghordozását? A hanglejtése máig kísértette, Méri is szakasztott ilyen volt, amikor 28 éve először találkoztak a gyúk egyetemen. Néha még mindig könyvbe lábadt a szeme, amikor Jenna szomszédos szobából elkiáltotta a lányok nevét. Van még időnk. Miért nem bent vártál? Azzal a két korcsal a házban? Tönkre teszik a halistjámat az állandó ugrándozásukkal. Ginger és Zack bolondosan ugatott, szaladgált és ugrált John körül, Gentől azonban végig lelkiismeretesen távol tartották magukat. Tagadhatatlanul buták voltak, de Golden Retrieverként mindig megérezték, ha valaki minden megkapó bájuk ellenére sem kedvelte őket túlzottan. John benyúlt a hátsó ülésre a plüssállatok állatok zacskójáért, majd egyesével a házhoz vezető ösvény melletti kőfalra ültette őket szépen egymás mellé. Hogyan, John? Nem gondolod, hogy kinőtte már az ilyesmit? Az én kicsilányom még biztosan nem. Jen halkan fölnevetett. Nem állíthatod meg az időt, ugye tudod? Egy próbát azért megér, nem? vigyorgott vissza John. Jen szomorkásan elmosolyodott. Szerinted mit gondoltunk róla Tylerrel, amikor először beállítottál Mérivel? John gyengéden megsimogatta Jen arcát. Nyilván teljesen oda voltatok érten. Érted? Egy ilyen kiért? Á, francokat! Tyler komolyan azon morfondírozott, hogy előszedi a vadászpuskát, és jó messzire elkerget vele. Ráadásul éjszakára sem mentél haza? Meglepő, de John még ennyi év után is elpirult, ha ez a bizonyos eset került szóba. Jen egy igencsak kínos helyzetben nyitott rájuk a nagyszoba kanapéján hajnali két óra magasságában. Bár még nem voltak olyan vészesen összegabajodva, a helyzet mégis épp eléggé zavarbejtő volt ahhoz, hogy Jen a mai napig rendszeresen felhánytorgassa. John közben befejezte a plus állatok felsorakoztatását, hátralépett, majd szigorúan végigmérte őket, mint tapasztalt őrmester az újoncait. A piros, fehér, kék, határozottan hazafias megjelenésű medvének egyértelműen középen a zászlóvivő helyén kéne lennie. Hirtelen felhangzott az iskolabusz távoli morgása, amint ráfordult a régi hetvenes útra a domb felé. Már jön is! Szólt izgatottan Jen. Visszaszaladt az eszelhez, behajolt a lehúzott ablakon, majd kezében egy elegáns, dekoratív masnival átkötött lapos tért vissza. Hékszer! Nézett rá kérdően John. Még szép! Hisz tizenkét éves! Egy igazi fiatal hölgynek ilyenkor aranylánzzuk áll! Az anyja is azt kapott! Emlékszem is arra a nyakláncra. Vigyorgott John. Azon az estén is az volt rajta, amit az imént emlegettél. Ő akkor mondjuk már húsz éves volt. Háljas, fráter! Szólt kisé megenyhülve, és finoman belebokszolt John vállába, aki erre úgy tett, mintha legalábbis eltört volna a karja. Gingerézzek egyszerre abba hagyták az ugrándozás John körül, és mindketten feszülten hegyezzék eszik a fülüket a közeledő iskolabusz brummogását és a fékek csikorgását követve. A busz végül megállt a meredek feljáró alján, rigítóan sárga színével szinte teljesen beleolvott a virágzó tavaszi fák hátterébe. A kutyák végül villámgyorsan, kicsattanó ugatás közepette rohantak le a feljárón. Pár pillanattal később pedig John már hallotta is Jennifer kacagását, amint a szomszédok srácaival, a 13 éves Patríziával és a 17 éves Szettel baktattak felfelé. Amíg a lányok felfelé sétáltak, Szett felkapott egy botot és jó messzire hajította rövid időre elterelve ezzel a kutyák figyelmét. Az ebek azonban hamarosan visszatértek a lányok mögött sprintelve a domtető irányába. Szed integetett, majd átvágva az úttesten, megindult hazafelé. John érezte, amint valaki megszorítja a kezét. Jen volt az. Kiköpött anyja, súgta elcsukló hangon. John is jól látta a tagadhatatlan hasonlóságot. Jennifer Sudár, nátszávékony kislány volt, válligérő, szőke hajfürtökkel, akárcsak annak idején méri. Hirtelen lelassított, hogy egy fának támaszkodva kifújja magát. Patricia megfordult és bevárta. John egyszerre aggódni kezdett, és azonnal segíteni indult volna, bár tudta, hogy valójában fölösleges. Végül Jen tartotta vissza. A széltől is óvott John, súgta oda neki. Vannak dolgok, amikkel magának kell megbírkóznia. A kis Jennifer összeszedte magát, kis és felnézett, és végre meglátta a rávárakozó kicsi társaságot. Arcára azonnal sugázó mosolyult ki. Mama, az egyszer eljöttél? Kocsikázunk egyet? Jen óvatosan elengedte John kezét, és lehajolt. Jennifer felszaladt a lejtőn, és egyből nagymamája karjába omlott. – Na, hogy van az én napos lánykám? Sokáig ölelték egymást, majd Jen mama pontosan tizenkét csókot zúdított Jenniferre, egyesével számolva mindegyiket. Patricia meglátta a katonás sorban üldögélő plüss állatkákat, és mosolyogva nézett fel Johnra. Jó napot, Mr. Materson! Hocs, mint Pat? Azt hiszem, jennifer ellenőrizni kéne. Szólt halkan a lány. Még várhat egy kicsit. Apu! Most John következett, s egy pillanattal később Jennifer már az ő karjában volt felemelte, és jó erősen addig szorította a lányát, míg az el nem nevette magát, és játékosan fel nem jajdult. Ropog a hátam, apu! John engedett a szorításból, letette és fürkészve figyelte a lánya tekintetét, amint elnézett mellette, és észrevette a kőfalon sorban üldögélő béni bébi plusz állatokat. Nem vitás, még mindig csak őszinte gyermeki csillogás tükröződött bennük. Az a fias pedve, és Olli a strucz. John győztes a sandított Jenre, amíg Jennifer szaporán felkapkodta a falon pihenő játékokat. Ő még mindig az én kicsi lányom, gondolta magában. Jen láthatóan értette a célzást, és bátran elfogadta a kihívást. Most rajta volt a sor, Jennifer ez lépett, és átnyújtotta neki a lapos díszzobozkát. Boldog születésnapot, kedves! Jennifer egyetlen mozdulattal tépte le a csomagoló papírt. A földre hulló papír feszniket Ginger saját személyes ajándékának nézte, és rögtön be is habzsolta a csomagolás nagy részét, majd elszaladt, Zek pedig utána. Jennifer szeme egészen kikerekedett, amint leemelte a doboz fedelét. Ó, oh, mama! ideje, hogy az én kislánykámnak valódi aranyatlánca legyen. A barátnőd majd segít felvenni. John rápillantott az ajándékra. A lánc közel szeruzavastagságú volt, fix, hogy egy vagyomba került. Jen a szeme sarkából lopva John felé pillantott, finoman jelezve, hogy örömmel áll bármilyen kihívás elébe. Mától fiatal hölgy vagy, jelentette ki Jen, Miközben Pet alánc kapcsával babrált, majd egy zsebtükröt vett elő a táskájából, és Jennifer elé tartotta. Ó, Nagyi, ez csodaszép! Csodaszép ajándék egy csodaszép kis hölgynek! John egy pillanatig csak szótlanul és mozdulatlanul állt, nem tudva, hogyan is reagáljon. Lánya finoman, igazi nő módjára billegtette ide-oda a fejét, egészen megigézte az csillogása a tükörben. Drágám, ideje ellenőrizni a vércukrodat! Az előbb úgy tűnt, eléggé kifulladtál a lejtőn. Szólalt meg végül John, a súlyos szavakkal megtörve kisi a meghitt hangulatot. Rendben, apu, Jennifer a falnak támaszkodott, levette a hátizsákját, és előbányászta a vércukor szintmérőt. Egy ideje már új, digitális eszközt használtak. Nagyon elege volt már az új szurkálásból, az új kütyüvel pedig csak a karját kellett gyorsan megdörzsölnie. Szabad kezével elkalandozva most is a nyaklánccal babrált, amíg a gépezet elvégezte az elemzést. 142 mg per deciliter, egy kicsit magas. Ideje beadni egy kis inzulint, mondta John. Jennifer bólintott. Már tíz éve élt együtt a cukorbetegséggel, John pedig jól tudta, hogy apaként részben ezért is volt néha túlzottan aggodalmaskodó és túlféltő vele. Két-három éves korában volt a legszörnyűbb a helyzet, Johnnak minden egyes alkalommal megszakadt a szíve, amikor fájdalmat kellett okoznia a kislányának, és meg kellett szúrnia az ujját. Jennifer akkoriban érthető módon azonnal elkeseredett tiltakozásban és sikoltozásban tört ki, ha ő vagy méri a teszkészlettel közelített felé. Az orvosok egybehangzó tanácsa az volt, hogy a kislány tanulja meg minél hamarabb önmagát ellenőrizni. A szülőknek hagyniuk kellett, tehát hogy 7 éves korától Jennifer elkezdje megtanulni és felismerni saját testének jelzéseit, és azt, hogy hogyan is ellenőrizheti magát és adhat be magának gyógyszert. Méri sokkal jobban kezelte mindez Johnnál, az utolsó időszakban már talán saját betegsége okán is. Nagymamaként Jen is ugyanilyen erős volt, és a lánya példáját követte a dologban. Milyen furcsa ez, gondolta magában John. Húsz évig volt katona, éles bevetéseken vett részt, és sosem veszett el egyetlen embert sem, az irakiak annál inkább. Kiképezték, hogy bármilyen helyzetet kezelni tudjon, a lánya egyes típusú, fenemód agresszív diabéteszétől mégis teljesen kikészül. Kitartó volt, mindig piszok jól tette a dolgát, az emberei felnéztek rá, a lányai előtt megremegett, mint a kocsonya. Oda bent is vár még pár ajándék, hintette el John. Menjetek csak becsajok. Ha előkerül a nővéred, és befutnak a barátaid, el is kezdhetjük a mulatságot. Szóval nem kaptad meg Elizabeth üzenetét? Miféle üzenetet? Ezt itt né? Jennifer pipiskedve benyúlt apja ingzsebébe, és egy doboz cigaretta mögül kihalászta annak mobiltelefonját. Egyből neki állt egyesével kiúzgálni a szálakat a cigis dobozból, hogy eltapossa vagy széttépje őket, de John szigorú pillantása végül eltántorította. Egy szép napon úgyis abba hagyod, apu! Sohajtotta, majd megnyomott pár gombot a telefonon, és visszaadta Johnnak. Később megyek. Bennel vagyok. Állt a képernyőn. Az ebészszünetben írta nekem és neked? Írta. Aha, apu, írta. Tudod, esemes. Ma már mindenki így csinálja. Mibe kerülne rendesen felhívni? Jennifer olyan arcot vágott, mintha egy valódi őskövületre bukkant volna a hátsó kertben, majd sarkon fordult és megindult a ház felé. Elizabeth írt valamit? John feltartotta a telefont, hogy Jenis is elolvashassa az üzenetet. Az halványan elmosolyodott. Talán egy kicsit rövidebb pórázra kellene fognod a lányod, mondta. Különösen, ha ez a Ben Johnson csak egy kicsit is a nagyapjára ütött. Kuncogni kezdett, mintha egy régi, pajkos történet jutott volna eszébe. Nem akarom hallani, nem, ezredes úr, valóban nem. Igazából a doktororat vagy a professzort jobban szeretem. A doktor az, aki mindenféle tűket szurkál az emberbe, a professzorok meg valahogy mindig furcsák voltak nekem. Többnyire vagy kéjen szoknya vagy unalmas könyvmolyok. Nálunk délen az ezredes úr cseng a legjobban, hidd csak el nekem. Kellően férfias. Már rég nem vagyok aktív szolgálatban, Tanár vagyok az egyetemen, szóval egyezzünk ki a Johnban. Jen egy pillanatig csak nézte, majd mellé lépett, lábújhegyre állt és apró puszit nyomott az arcára. Látom ám, hogy az én kislányom miért volt annyira odaérted annak idején, John? Viszont nem kell mások, és a lányaidat egy-egy pattanásos legény veszi majd el tőled, szóval élvezd csak ki a helyzeted, amíg tudod. Azzal az aranyaklánccal valóban nem segítettél valami sokat, az hold biztos. Mennyi volt? Ezer? Ezerötszáz rugó? Körülbelül, de egy hölgy sosem árulja el az ékszere értékét. Sokszor a férjének se, amíg meg nem jönnek a számlák, igaz? Feszült csend következett, John pedig egyből tudta, hogy ezzel elvetette a súlykot. A Méri jelenlétében mondott volna bármi hasonlót, azonnal dühös előadás következett volna a nők függetlenségéről, és arról, hogy már régóta nem csak a férfiak dolga a pénzügyekkel foglalkozni. Igaza is lett volna, hisz a család anyagi ügyeit egészen élete utolsó napjaig Méri intézte. Tyler betegsége miatt sajnos már azt sem igen tudta, mik azok a számlák, ami persze mindannyiuknak fájt, bárhogy próbálta is Jen fenntartani a teljes önállóság látszatát. Jobb, ha megyek, szólt végül Jen. Ne haragudj, nem úgy értettem. Semmi baj, John. Felmegyek egy kicsit az otthonba Tylerhez. A mulatságra visszajövök. Jennifer szeretett volna kocsikázni egyet a mechanikus szörnyetegeddel. Kikérem magamnak! Az egyszer egy teljes generációval először meg a korát, fiatalember! És egyben a Ford történetének legnagyobb bukása is volt. Uramisten, csak néz rá erre a rostéra, ronda, mint a bűn! A játékos éjszelődés láthatóan kisé jobb kedvre derítette Jent. Valójában legalább fél tucat kocsia volt egy óriási garázsban, néhány újabb típus és többek közt egy eredeti Ford A-modell, leszerelt kerekekkel, téglákon, és a gyűjtemény legszebb darabja, egy világos kék, lehajtható tetejű 1965-ös Mustang. Johnnak ez utóbbiról jó pár kellemetlen emléke maradt, Mérivel még csak jártak, amikor egy ravasz ravasztrükkel sikerült egy estére elkérniük hogy furikázhassanak egyet a Blue Ridge-i hegyi úton a Michelhegy oldalában. John később véletlenül beletulatott vele egy öreg házas pár lakókocsiába. Bár szerencsére senkinek sem esett baja, a kocsi teljesen tropára ment. Tyler több ezer dollárt ölt bele, hogy rendbe hozza, és persze azonnal megtiltotta, hogy rajta és Jenen kívül bárki a kormánya mögé merészkedjen, amely szabályt Jen a mai napig keményen betartatta. Ez az egyszer a világ végezetéig pöfögni fog, kedvesem. Ajánlom, hogy kukkants fel az ebay hogy mennyit adják veszik manapság. Lefogadom, hogy jóval többért, mint a te terepjáródat. John a kőfalnak dőlve megvárta, amíg Jen nyaktörősebességgel kimanőverezik a szörnyeteggel a kocsi bejáróról. A fal egészen langyos volt a meleg délutáni nap sugaraitól. A plüss még mindig ott rajta, ami azért kisé rosszul esett neki, de legalább a hazafias medvét és a struccot bevihette volna a kis szülinapos. John kintről is tisztán hallotta, ahogy Jennifer és Pet az új nyakláncról csevegnek, majd hirtelen zene kezdett eldübörögni bentről. Fura, magasan sipákoló női hang volt, talán Britney Spears? Dehogy is, hála Istennek, ő már rég kiment a divatból. Nem tudott rájönni, ki lehetett, de egyáltalán nem volt tőle elragadtatva. Ő maga inkább a Pink Floydot, Sinatrát, Glenn Millert vagy a The Chief szerette, őket még a szülei sokat hallgatták annak idején. Merengve kezdett babrálni a hazafias medvével. Nos, barátom, közeleg az idő, amikor bizony hátra hagynak bennünket. A falnak támaszkodva szívta magába a délutáni fényeket és a pillanat nyugalmát, amit csak itt ott tört meg az I-40-es autópálya távoli morajlása és a ház apró zajai. Ginger és Zek befejezték a hancúrozást a ház mögötti tisztáson, és hangosan zihálva kuporodtak le John lába mellé. Markáns orgona illat szállt a levegőben, ha valaki a valódi tavasz keresi, ezekben a hegyekben megtalálja. A ház alatt elterülő völgy cseresznyefái mint virágba borulva pompáztak, itt fent nagyjából száz méterrel magasabban azonban még csak a bimbók látszottak rajtuk. Az orgonák viszont már itt is nyíltak. Jobbra, nagyjából 15 kilométerre a háztól, a Mitchell hegy tetejét még hókoronázta, ott fent még makacsul tartotta magát a tél. Mikor legutóbb nyílt Orgona ajtóm előtt, Walt Whitman, Ben Lilac's Last in the Blund című versének kezdősora, kis zsuzsa fordítása. Az illat mindig Whitman Lincoln halálára írt sirató versét idézte fel benne. Erről aztán eszébe jutott, hogy a hónap második lévén este polgárháborús kerekasztal lesz a metodista templom alaksorában. Egy újabb éles hangú vita várható a jól megszokott menetrend szerint, egyedüli jenkiként gyakran vált a déliek általános széltáblájává, hisz nem igen volt más, aki ellen egységesen összefoghattak volna. Hirtelen megcsörrent a telefon. Elizabeth hívását várva előhúzta a mobilt a zsebéből. A kisasszonyra ezúttal valódi fejmosás várt. Képes lett volna kihagyni a kis húgaszüli napi ünnepségét, amiatt a pattanásos, kanos és lókötő Johnson srác miatt? Az előhívó 703 volt, a következő három számot pedig egyből felismerte, a hívás a Pentagonból jött. Felnyitotta a készüléket. Szávaz, Bob! Bocs, mint John, és mi van az én kis keresztlányommal? Szólalt meg egy rekettes hang a vonal másik végén, egészen tűrhetően utánozva Marlon Brandot a keresztapából. Bob Scales volt az, John immár három csillaggal büszkékedő egykori főnöke a Charles Lee katonai főiskoláról. Bob a munkája mellett John egyik legjobb barátja és Jennifer keresztapja is volt, amely címét meglepően komolyan is vette, bár csak egyszerű ír katolikus volt, nem olasz. A feleségével, Barbarával évente legalább három-négyszer beugrottak egy-egy családi látogatásra. Méri halála után mindketten több hét szabadságot vettek ki, hogy segítsenek a családnak, míg a dolgok lassan elrendeződtek. Saját gyerekük nem volt, így minden törődésüket büntetlenül Jenniferre és Elizabethre, mint aféle pótgyerekekre zúdíthatták. Kezd felnőni! Válaszolt szomorúan John. A nagyanyjától egy méreg drága kapott, ami úgy tűnik, lemosta a színről a bíni prüssállatkáimat és a Pokémon kártyát, amit még ki sem bontott. Vettem Disney World jegyeket is valamelyik iskolai szünetre, de úgy tűnik, lassan minden megváltozik. Majd a vacsoránál állok elővelük. Úgy érted? A Disney World már nem ugyanaz, mint amikor Jennifer hat volt, Elizabeth meg tíz. Még szép, hogy nem ugyanaz fajtás, de te akkor is mindig ugyanazokat a kislányokat látod majd bennük, még Elizabethben is. Ő hogy van mostanság? Épp készülök lepuffantani a pasiját. Bob harsogó nevetésben tört ki és hogy nincsenek lányaim. Válaszolta végül. Egy fiú, na az már más tészta. A hangja elhalkult egy pár pillanatra. No, hadd beszéljek egy kicsit Jenniferrel, jó? Persze. John besétált a házba, és jó nagyot kurjantott Jenniferért, aki még mindig abban az átkozott nyakláncban rontott ki a szobájából, majd átvette a telefont. Szia, Bob bácsi! John finoman megkopogtatta a vállát. Adtál be én Zulint? halkan. Jennifer bólintott, majd trécselve kezdte el körbejárni a házat. John az ablakon át elnézett az alant elterülő völgy fölött egészen a távoli hegyvonulatokig. Gyönyörű, ősi erejű tavaszi nap volt. Szinte percről percre érezte, ahogy a kedve is javulni kezd. Jennifer párbarátja hamarosan itt lesz egy kis közös szülinapi mulatságra. Ő maga húspogácsákat süt és hamburgereket készít majd a teraszon álló kerti grillen, a srácok meg előbb-utóbb úgy is elvonulnak Jennifer szobájába. A nyári szezon közelettével épp a múlt hétvégén avatta fel a hátsó kerti medencét, bár a víz még épp csak 20 fokos volt, a bátrabb kölykök talán meg is mártóznak majd benne. Sötétedés körül aztán szépen hazatereli őket, és benéz a templomba a kerekasszal beszélgetésre. Később talán még a civil zsurnálnak is ígért cikkén is dolgozhat egy kicsit, amely a lítábornokot legyőző Grantelmin stratégiával foglalkozott. Civil zsurnál amerikai történelmi folyóirata polgárháborúval kapcsolatos cikkekkel. A téma persze a legkevésbé sem jelentett kihívást, a leadással járó 500 dollár és a jövőre esedékes oktatói értékelések előtti újabb publikáció viszont igencsak jól jött volna. Akár késő éjjelig is dolgozhatott, hisz az első holnapi előadása csak 11-kor kezdődött. Apu, Bob bácsi veled akar beszélni? Jennifer megjelent a szobája ajtajában, és felé nyújtotta a telefont. John átvette a készüléket, gyors puszit nyomott Jennifer kobakjára, és játékosan utána csapott, amint a lány visszaszaladt a szobájába. A bömbölő zene szinte egyből a kétszeresére hangosodott. Mondd csak, Bob! Ne haragudj, most már kell. Bob hangjában egy árnyalatnyi feszültség érződött. John erős zajt hallott. Emberek kiáltoztak a háttérben. Mivel Jennifer hangszórója a szomszéd szobában dübörögtek, nehéz volt kivenni, mi is történik pontosan. Rendben, azért beugratok a jövő hónapban? John, valami történt. Nagy baj van. Most azonnal. A vonal megszakadt. Hirtelen a menyezeti ventilátor is lassulni kezdett, Jennifer szobájában pedig leállt a zene. Oldalra sandítva John még éppen látta, ahogy a dolgozó szobája asztalán a számítógép képernyő eltűnik, a kis zöld gomb pedig kialszik a monitoron. Egy magas csippanás jelezte, hogy a ház riasztója és tűzvédelmi berendezései offline módban vannak, majd ez is elhallgatott. Bob? A vonal teljesen süket volt. John összecsukta a telefont. Átkozott áramszünet. Apu! jelent meg Jennifer. Tönkre ment a CD-le játszom! Hallom, szívem! Hála Istennek, gondolta magában. Áramszünet! Jennifer kisé csüggetten nézett fel rá, mintha ő lenne a felelős az áramszünetét, és egyetlen csettintésébe kerülne megjavítani a lejátszót. Ha John egy életre elnémíthatta volna azt a masinát, most határozottan elgondolkodott volna a lehetőségen. Mi lesz a bulimmal? Tehát kölcsön adott egy CD-t? Azt akarom meghallgatni? Ne aggódj, kicsim! Felhívom az áramszolgáltatót. Valószínűleg egy kiütött transformátor aludas. Felvette a vonalas telefont síri csönd, semmi tárcsa A legutóbbi hasonló esetkor egy részeg nekihajtott egy telefonoszlopnak a domb aljában, és a környék összes vezetékes vonala elnémult. A koma persze büntetlenül megúszta a dolgot. Marad a mobil. John kinyitotta, majd automatikusan nyomogatni kezdte a számokat. Semmi reakció. A francba. Úgy látszik, a mobil is lemerült. Letette a konyhaasztalra. Érdekes. Biztos épp akkor kapcsolt ki, amikor Bob letette a telefont. Áram nélkül persze az akkor sem tudta feltölteni, hogy rácsöröghessen a szolgáltatóra. Jenniferre nézett, aki várakozva bámult fel rá, mintha pikpak megoldhatná a dolgokat. Semmi baj, kicsim. Már biztos dolgoznak rajta. Ráadásul gyönyörű délután van. Azt a hangos szemetet meg úgy sem kéne annyit hallgatnod. Miért nem teszel be néha egy kis mószátot, vagy döbösszét, mint Pet? Pet feszengve kapta fel a fejét, John pedig egyből rádöbbent, hogy elkövette a nevelés egyik legsúlyosabb hibáját. Sosem ért a lányodat a barátaihoz. Menjetek csak ki, futtassátok meg a kutyákat. Vacsorára biztosan visszajön az áram. Második fejezet. Még a kerti grillen sercegő húspogácsákat sütögette a hamburgerekhez, kettőt magának, egyet egyet Jennifernek és Petnek. John a válla fölött figyelte a hátsó kert mögötti domboldalban a kutyákkal fogócskázó lányokat. A látvány és a hangulat egyaránt szívmelengető volt, csak úgy szikrázott a délutáni napsütés, mind a nyolc almafa virágba borulva pompázott, a lányok pedig kacagva kergetőztek a kertben. A két kutya közül Ginger volt a fiatalabb, és egyben a nyughatatlanabb is, épp egy hatalmas ugrással döntötte hanyat a feje fölött frizbit lóbáló Jennifert, ami persze még hangosabb nevetésbe és sikongatásba torkollott. A két lány és a két kutya egy kupaszban birkózott egymással. John már hónapok óta nem hordott karórát, Manapság a mobiltelefonját használta, három híján most mégis kénytelen volt az ablakon át a konyhai inga órára kukkantani, majdnem hat órát mutatott. A meghívott gyerekeknek már itt kellett volna lenniük, a megállapodás szerint átjöhettek egy rövid mulatságra, de a másnapi iskola miatt a dinomdánomot este fél nyolckor be kellett rekeszteni. Mindeddig senki sem érkezett meg. Sőt, már is rég vissza kellett volna érnie az otthonból. John elővette egy cigarettát, és gyors lukkokban füstölni kezdett. A félig szívott kamet aztán mégis inkább a teraszkor látja mögé pöckölte, elképesztő, hogy egy tizenkét éves milyen idegesítő tud lenni a maga állandó, necigiz apu hadjárataival. Az elkészült hamburgereket átvitte a teraszon álló asztalra, majd bement a házba, és kibányázta a hűtőből a születés napi tortát. A konyha asztalon hamarosan a kötelező tizenkét gyertya is a helyére került. Újból kilépett a teraszra. Vacsora! A két kutyus persze jóval megelőzte a lányokat. Berohantak a hátsó kertből, villámgyorsan elfoglalták az asszal körüli szokásos helyüket, és a megszokott módon pitiző pozícióba vágták magukat. Végül Pet és Jennifer is befutott a domboldalról. – Apu, ez azért elég fura, nem? – Micsoda! – Csak hallgassd! John egy pillanatra megdermett és fülelt. Csöndes tavaszi este volt, itt-ott némi madárcsicsergéssel, a távolban egy kutya ugatott, egészen kellemes volt. Én semmit nem hallok. Épp ez az, apu! Elnémult az autópálya! John az út felé fordult, és bár a fáklomja eltakarta a kilátást, egyből rádöbbent, hogy Jennifernek igaza van. Szinte tökéletes volt a csönd. Amikor mérivel annak idején megvették a házat, nem tűnt fel nekik a dolog, az első éjszaka után viszont azonnal nyilvánvalóvá vált a hely szépséghibája, a nagyjából egy kilométerre húzódó autópálya morajlása szinte egész nap hallható volt, a mostanihoz hasonló módon egyedül a kemény téli hóviharok idején, vagy egy-egy baleset idején némult el. Valami baleset miatt zárhatták le válaszolta. Elég gyakran történt ilyesmi az Old Fort városkája felül erre vezető, kanyargós és emelkedőkkel tarkított útszakaszon. Egy-két havonta előfordult, hogy egy kamion fékei megadták magukat, vagy egy-egy idős pár méteres jachtja elszabadult a egyek között élesen kanyargó úton, Piedmont környékén. Nemrégiben egy veszélyes anyagokat szállító kamion borult fel, és mivel a szállítmány elkezdett szivárogni, a forgalom több mint egy napig vesztegelt mindkét irányban. Mr. Materson, először mi is azt hittük, de valami akkor sem stimmel. Nincs dugó az autópályán, csak egy helyben álló autók mindenütt. A domtetőről jól látni mindent. Hogy érted? Tényleg így van, apu. Egy csomó kocsi vesztegel az útszélén és az autópálya kellős közepén. Dugónak nyoma sincs, egyszerűen mindenki megállt. John csak félfüllel figyelt oda, amint a bucikba tette a húspogácsákat, és a lányok tányérjára varázsolta a hamburgereket. Talán valahol előrébb történt a baleset, és hátra az embereknek, hogy álljanak meg és várjanak, mondta. A lányok bólogattak, és falni kezdték a burgereket. John csendben ette a sajátját, nem szólt, csak feszülten figyelt. A váratlan nyugalom már-már kísértetiesen hatott. Valamit azért csak hallaniuk kéne, egy szirénázó rendőrautót, ha valóban baleset történt, vagy legalább a régi 70-es országúton robogó forgalom hangjait. Ha az autó pályát vészhelyzet miatt le kellett zárni, a mentők és egyéb hivatali járművek egyedül a 70-es úton juthattak fel rá, ami ilyen esetekben persze már régen bedugult az autópályát elkerülni próbáló autósok miatt. Ha más nem, a Jefferson kölykök adomtetőn épp ilyen táj szokták bevenni magukat az erdőbe hangosan dübörgő vadjaikkal. John felnézett az égre, és egyből borsózni kezdett a háta. Ebben az időben minden magasan szálló repülőgép kondenszcsíkot húz maga után, az észak-keletről érkező gépek nagy része számára pedig pontosan fölöttük húzódott az Atlanta felé vezető légi folyosó ereszkedő szakasza. Két-három gép szinte mindig látható volt az égen, most azonban minden rikító kék volt, csíkoknak semmi nyomuk. Újra végigfutott rajta az a bizonyos borzongás. Az a folytogató érzés, ami 2001. szeptember 11-ére a New Yorki terror támadás napjára emlékeztette. Milyen csendes volt akkor is minden, mindenki otthon ült a tévé előtt, az ég pedig ugyanúgy kiürült, mint most, sehol egyetlen kósza repülő. Felállt, a terasz korlátjához sétált, és a tenyerével beárnyékolta a szemét a délutáni napsütésben. Messze a Reggi Dóm hegycsúcs oldalában ránézésre legalább két és fél hektáron tűz égett, a füst egyenesen fölfelé szállt. Jóval távolabb, a Great Smoky hegység egyik gerincén egy másik tűzvész jeleit lehetett kivenni. Black Mountain városában látszólag semmi sem mozdult. Tavasszal, mielőtt a fák teljesen kilombosodtak volna, általában még a teraszról is látni lehetett a szét és a main út kereszteződésében álló lámpák zöld és piros fényeit. Most semmi sem látszott, egyetlen lámpa sem égett sehol. Visszanézett az inga órára. Általában ilyenkor suhant el a közelben a millió dolláros vonat, amely azokról a milliókat érő szénszállítmányokról kapta a nevét, amelyek Kentakiból a Charlotte városa közelében álló erőművekbe fuvarozott. Amikor a lányok még kisebbek voltak, vacsora után családi hagyomány volt kikocsikázni a sínekhez, és integetni a masinisztának, ahogy az öt súlyos, iszonyú erőtől feszülő dízel- elektromos mozdony elhúzta mellettük a rakományt, és tovább zakatott az vannanó a hasadék alagútja felé. A csendet Jen Mama szörnyetege az egyszer törte meg, amint jól ismert, deket dörmögésével bekanyarodott a kocsi beállóra. Jen leparkolt John Talon terepjárója mellé, kiszállt és a ház felé indult. – Ezer ördög és pokol! – mondta felháborodva. – Elment az áram az öregek otthonában! – az autópályát meg kéne, a kocsik egy helyben állnak, nem mozdul egy lélek se. Három szünet az öregek otthonában? kérdezte John. Mi van a tartalékgenerátorral? Annak ilyenkor magától be kéne indulnia. Hát a lámpák mind kialudtak, az biztos? Teljesen leállt minden? Kell, hogy legyen vészgenerátoruk. Ez előírás. Jelentette ki John. Eddig nem indult be, azt mondták, egy hibás relé lehet az oka, és majd hívnak egy villanyszerelőt. Persze így is aggódom. A lélegeztetőre kötött betegeknek palackos levegőt kellett adni, mert a pumpák is leálltak a szobákban. Tyler tápláló csöve is bedöglött. De azért jó van, ugye? Már majdnem végzett a vacsorával, szóval semmi gond. A nővérek szerint rendben lesz, úgyhogy elindultam vissza, és láss csodát, a teljes ötórás órás műszakot nővérekkel és orvosokkal együtt ott találtam az autóikban kuksolva a parkolóban. Hiába forgatták a kocsi kulcsaikat, egyik sem indult el. Egyedül az én öreg halszosom röffent behalkan, halkan, hiába csúfoltat szörnyetegnek. Nem hagyhattam ki a kis unokám születésnapját, a vénetszel pedig most sem hagyott cserben. Büszkén bólintott a már-már matuzsálemnek számító kocsi felé. Hát megyünk vele megnézni, mi történik? Jelent meg hirtelen Jennifer. Hát a bulival mi lesz? Szólt közbe John. Senki sem jött el, mondta szomorúan Jennifer. Jen mama fölé hajolt, és puszít nyomott a kislány fejére. Az Isten szerelmére, kicsim? Hát veled meg mi történt? Fent játszottak a mezőn a domboldalban. Az új nyakláncában? Érdesz el, szörnyedve, Jen. John grimaszolt, és belátta, hogy valóban nem lett volna szabad hagyni, hogy Jennifer a nyakláncban futkosson, és a kutyákkal hemperegjen. Ha közben elszakítja, vagy elveszíti a láncot, Jen garantáltan óriási patáliát csap. Hamburgert, Jen? Próbálta rögtön elterelni az anyósa figyelmét. Jen a fejét rászta. Nem vagyok éhes, Legalább a tortából egyél. Jól van. John visszament a konyhába, meggyújtotta a tizenkét gyertyát a természetesen cukormentes tortán, majd rázendített a boldog szüli napotra. Hamarosan Pet és Jen is csatlakozott. Jennifer végre neki állt kibontani a többi ajándékot is, először egy száz dolláros levásárolható Amazon kártyát Bob és Barbara scales a bíni plüss a kerti fal helyett immár az ebédlőasztalról figyelték az eseményeket. Jennifer a hóna alá csapta a hazafias medvét, és kinyitott egy újabb hatalmas borítékot. Egy Disney Worldről készült fotókollást húzott elő belőle, amelyet John az előző éjjel vágott össze, középen jegy Jennifer, apu, ja és persze Elizabeth részére felirattal. Az ajándék találat volt, így most Jonon volt a sor, hogy megtapasztalja Jennifer erős ölelését. É, csak óvatosan! Még eltöröd a hátam! A mulatság végül hétig tartott, majd lassan Pet is elindult lefelé a domboldalon. Jennifer és a kutyák egészen hazáig kísérték. Gondolom, a ma esti kerekasztal elmarad. mormogta város kémlelve miközben Jennel bepakoltak az egyelőre használhatatlan mosogatógépbe. – Mit gondolsz, mi folyik itt? – kérdezte Jen egy árnyalatnyi rémülettel a hangjában. – Mire gondolsz? – John, ez az egész olyan, mint a 2001-es terrortámadás. A csend. Az a különbség, hogy akkor legalább volt áram, és követhettük a híreket. Az a rengeteg lerobbant kocsi. John nem válaszolt. Valójában motoszkált egy gondolat a fejében, most viszont még túl felkavaró lett volna komolyan foglalkozni vele. Szerette volna hinni, hogy mindez csak különös véletlenek egybeesése, hogy csak egy helyi áramszünetről van szó, amely miatt a repülőknek is le kell szállniuk a légi irányítás leállása miatt. Talán csak egy óriási napkitörés, amely országszerte képes rövid zárlatokat okozni. Kanadában pár éve már volt is ilyesmire példa. Hirtelen eszébe jutott valami. A szörnyeteged, Jen, indítsuk be! Miért? Majd meglátod. John behuppant az anyósülésre, Jen pedig lassan elfordította a kulcsot, a kocsi mélyen morogva beindult. Bár még csak néhány óra telt el a titokzatos események kezdete óta, a hang önmagában is megnyugtatóan hatott. John bekapcsolta a rádiót. Ez igazán ősi darab volt, évtizedes tárcsákkal és gombokkal, a megsárgult előlapon még a régi civil védelmi adó frekvenciáját jelölő két apró háromszög is látszott. Recsegő zaj minden frekvencián, semmi más. Lassan kezdett sötétedni, az FCC szabályozása szerint a közép és rövid hullámú rádióadóknak nagyjából ilyen tájt le kell állniuk. A nagyobb állomások, amelyek megengedhették maguknak a sugárzási engedélyt, ilyenkor akár 50 ezer vatra is felnyomták magukat, így jó időben a fél országban fogni lehetett őket. FCC, Szövetségi Kommunikációs Bizottság, Federal Communication Commission, távközlési hatóság az Egyesült Államokban. Johnnak eszébe jutottak a régi idők, amikor kölyökként egy ócska 1969-es bogárhátúval vágott neki a Jerseyből gyúkba vezető útnak. Unaloműzés kép közben folyton a rádiót tekergette, és tisztán emlékezett rá, hogy néha bejött rajta a Csikágói végén egy fura country és veszendalokat játszó állomás Willingből, ami mindig borzasztóan idegennek és távolinak tűnt a kizárólag nőkről és kamionokról szóló koszos balladáival. Ha pedig az idő is jó volt, éjszaka még kedvenc New Yorki adóját, a Vort is fogni tudta, benne Jean Shefford vezette kedvenc műsorával. Most minden frekvencia hallgatott. Konterhetnek látszik ezredes úr! A megszólítást a John lassan felnézett. Semmi komoly. Egy szép nagy napvihar lehetett, ez minden. A közlés látszólag kellően megijesztette Gent, aki most a Smoky egység fölött alábukó napkorongot bámulta a nyugati láthatáron. De ugye nem robbant fel, vagy ilyesmi? Már mint a nap. John felnevetett. Kedves egyetlen anyósom, ha felrobbant volna, vajon most itt ülnénk és gyönörködnénk benne? Jem kisé szégyenkezve rászta meg a fejét. A nap felszínén időnként heves viharok dúlnak, amik erős sugázást löknek ki a föld felé. A sarki fényeket is ezek okozzák. Még sosem láttam olyat? Mert nem vagy hozzám hasonló északi jenki, egyes napviarok elég erősek ahhoz, hogy elektromos kisülést gerjesszenek a légkörben, ami rövidre zárja az elektromos berendezéseket. Na és az autók? A mai kocsik nagy részetele van tömve számítógépekkel. Ez azt is megmagyarázná, hogy a te szörnyeteged miért működik még mindig, amikor minden más leállt. Csak jobb lett volna megtartani azokat a jó öreg fordokat mondta Jen erőtetett mosolyjal. Figyelj csak, szólt halkan John. Aggódom Elizabethért, megurulunk a városba, hát ha megtaláljuk? Rendben, mehetünk. Jen újra beindította a kocsit. Jennifer a kocsi bejáró alján állt, John meglátta és hangosan odakurjantott neki. A kislány lelkesen futott a kocsihoz, beugrott, és egy pillanat múlva Hopp át is mászott az apján, hogy a két felnőtt közé ülhessen. Negyven éve épp ugyanígy ment minden, gondolta magában John, apa és anya elmentek kocsikázni, a gyerek kettőjük között, egy személyes ülések akkoriban még csak a sportautókban voltak, hogy a kicsi ne a hátsó ülésen kuporogjon, persze biztonsági öv nélkül. John csak remélni merte, hogy Tom Barker, a városi rendőrfőnök nem szúrja ki őket. Bár a család már jól beilleszkedett és általános tiszteletnek örvendett a városban, ha rossz kedvében találják, Barker kérdés nélkül megbírságolja őket. A domb alján elérkeztek a kihat hetvenes úthoz, majdnem teljesen üres volt, leszámítva néhány elhagyott autót az út szélén. Az autópálya leálló sávja viszont, ahogy Jennifer is mondta, valóban tömve volt mozdulatlan autókkal, sőt néhány egyenesen a sávok kellős közepén vesztegelt. Tényleg nem minden napos dugónak tűnt a dolog, sokkal inkább olyan volt, mintha mindenki egyszerre állította volna le a motort. Az utasok nagy része kint áldogált az úttesten, Néhányan végignézték, ahogy jenny az egyszellel ráfordulnak a 70-es útra a város felé, párhuzamosan az autópályával. Ott van Elizabeth! kiáltott Jennifer az út felé mutatva. Valóban ő volt az, azzal az átkozott Johnson kölyökkel sétált feléjük, a srác Elizabeth derekán. Nem is igazán a derekán, annál jóval lejjebb, hogy nem a fenekén, az egyszer közelettére gyorsan vissza is húzta. Jen lehúzódott az útszélére, John pedig kiszállt. Ti meg hol a fenében voltatok? Kiáltott rájuk John. Apu, ez aztán furcsa, mi? Mondta vigyorogva Elizabeth az autópálya felé mutatva. A lány kiült a legendás, bűbájos szélhámos mosoly. Minden fegyverét bevetette, Fejét kisé félrefordította, fordította, kék szeméből pedig csak úgy sugárzott az, apu nyugodj meg, nézés. Anyjának 16 éves kiköpött mása volt, és persze tudta, hogy amikor így néz, John képtelen haragodni rá. Védelmező apai összöne ezzel viszont csak még magasabb fokozatra kapcsolt. Átható tekintettel mérte végig bent. A srác annak a cserkész csapatnak volt a tagja, ahova John pár éve beugrott helyettes parancsnokként. Innen nézveben jó gyerek volt, okos és relatíve jó esélyekkel indult a nagybetűs életben. A cserkészetet ugyanis még épp idejében, 14 éves kora előtt hagyta abba, még mielőtt csúfolni kezdték volna érte. Rendes kölyök, az apja Johnhoz hasonlóan a Polgárháborús Kerekasztal tagja. Ebben a percben azonban Ben az a fiatal ember volt, aki a piszkos mancsát az imént még John lányának feneként pihentette, és Isten tudja, még hol máshol az elmúlt négy órában. Mr. Materson, az egész az én hibám! Lépett előreben. Elizabettel az iskola után bementünk az Esvilli bevásárlóközpontba. Valami különlegeset akartunk venni Jennifernek. Mit kapok? Mit kapok? Ugrott felizgatottan a szülinapos. A kocsi van hagytuk, válaszolt Elizabeth. Apu, nagyon fura ez az egész. Az autó pár kilométerre a várostól, a templom mellett egyszer csak magától megállt. Sosem láttunk még ilyet, ezért indultunk el gyalog. John hideg tekintettel mérte végig bent, a fiú állta a tekintetét, és nem törte meg a szemkontaktust. A kölyök rendben volt, ezt már John is belátta, nem sütötte le idegesen a tekintetét, és nem kezdett nagyokos módjára magyarázkodni. Tudta, hogy rajta kapták, és hajlandó volt szembenézni a felbőszült édesapával. Elizabettel kisiskolás koruk óta barátok voltak, még az iskolai zenekarban ismerkedtek meg, az elmúlt pár hónapban pedig egyértelművé vált, hogy a barátságuk átalakulóban volt valami egészen mássá. Sajnos azonban Johnnak elég volt benne pillantania, és egyből felderengett benne, hogy mi volt az egyetlen dolog, ami egy 17 éves fiút úgy igazán érdekelt, valójában ez volt itt a probléma. Jen minden tudó mosolyja a sandított Johnra. Ben, hogy mint van a nagyapád? Remekül, asszonyom! Szombaton a flekri öbölnél horgászunk, a papa kifogott egy jó 40 centis pataki pisztrángot, látnia kellett volna, milyen büszke volt rá. Jen jó ízűen felnevetett. Régen én is sokat jártam vele oda pecázni. Mindig ő szúrta fel a csalit a horgomra. Jen megrázkódott a gondolatra. Istenem, hogy utáltam azt a részt? Add át neki az üdvözletem, ha látod! Úgy lesz, asszonyom! Az a kérdezte John, nagy nehezen beletörődve a helyzetbe. Nem kell, uram, nem lakunk messze. Az autópálya másik oldala felé bólintott. Akár egyből át is vághatok. Hát jó, a szüleid már biztosan aggódnak, jobb, ha hazamész. Igen, uram, és még egyszer bocsánat a késlekedésért. Hé, hey, aprólék, boldog szüli napot! Köszönöm! Mint általában minden kis húg, Jennifer is oda volt egy kicsit a nővére barátjáért, Ben pedig őszintén kedvelte őt. Johnnak fogcsigorgatva bár, de el kellett ismernie, hogy a srác esze és szíve is a helyén volt. Jó ét, Elizabeth! Kényelmetlen pillanat következett, míg mélyen egymás szemébe néztek, Elizabeth el is pirult egy kicsit. Ben végül elindult az autópályát szegélyező kerítés felé, és egy másodperc múlva már le is ereszkedett a másik oldalon. John figyelte, ahogy a fiú átvág a több sávos úttesten. Többen is odamentek hozzá az autóik mellett áldogálók közül, John pedig mozdulatlanul nézte az eseményeket. Ben a Black Mountain felé vezető lehajtó felé mutatott, és továbbment. John fellélegezve sóhajtott. Elnézést, uram! Elnézést! John újra a kerítés felé fordult, amelyen Ben az imént mászott át. Egy elegáns, sötét szürke ruhát viselő, válligérő, fényes nő közeledett a füves lejtőn kisé ügyetlenül lépdelve a magas sarkú cipőjében. Miben segíthetek? Meg tudja mondani, mi folyik itt? A nő egyre közelebb ért a kerítéshez, tucatnyi autóból pedig lassan elkezdtek kikászálódni az emberek, és megindultak feléjük. Sajnálom, hölgyem, én is épp ugyanannyit tudok, mint ön. A város felé tartottam, a motor meg egyszer csak magától leállt. Úgy látszik ezzel nem vagyok egyedül. Egy BMW 330-asra mutatott az autópálya nyugati oldalán. Nem tudom biztosan, mi történhetett, mondta John, a csapat közelettére egyre óvatosabban válogatva meg a szavait. Volt köztük négy darab, tagba szakadt, 20-30 év körüli férfi is, fizikai munkásnak tűntek. Ösztönösen figyelni kezdte őket, amint lassan a nő mögé értek. Hé, pajtás, hogy hogy a te kocsid nem robbant le? Kérdezte az egyik. Majdnem olyan magas volt, mint John, tagba és izmos. Elég fura, nem? Itt minden leáll, ez az öreg roncs meg tovább pöfög. Hát, tényleg elég fura. Hogy indítottad be? Egyszerűen elindult, ennyi. Válaszolt halkan John, Végig egyenesen a férfi szemébe nézve, nem törve meg a szemkontaktust. Uram, be tudna vinni a városba? Fordult John felé a BMW-s nő. John végigmérte a kerítést, amint Ben az imént oly könnyedén mászott át. Még épp látta, amint az autópálya másik oldalának ők lehuppon a szemközti kerítésről, és tovább baktat hazafelé. Közben egyre több ember indult meg feléjük, köztük egy idős házas pár, egy hat év körüli gyerkőszött kézen fogva vezető nő, néhány tizenéves fiatal és egy drága öltönyben lihegő dagadt férfi gombot inkben, meglazított nyakkendővel. A kelet felé vezető oldalon egy kamionos leereszkedett a vezető fülkéjéből, és lassan csón felé sétált. Sajnálom, hölgyem, de nem tudom, hogyan juthatná át a kerítésen. Mondta John a palánkra mutatva, amely elválasztotta őket. A 64-es kiárat viszont csak másfél kilométerre van. Mutatott nyugat felé. A 65-ösnél nem érdemes lejönni az autópályáról, az csak egy útmenti áruházhoz vezet. John a 65-ös leágazáshoz vezető sávra mutatott, ami pár száz méterre húzódott tőlük, és épp a következő kanyar és a vasúti sínek fölött átívelő szakasz előtt vezetett le az autópályáról. A 64-es sincs sokkal messzebb, 20 perc alatt oda is érhet. Két motel is áll ott, az egyik ráadásul egy Holiday Inn, remek éttermők van. Biztosan kapott szobát, amíg tisztázódnak a dolgok. John, Suttogott Jen a háta mögül. Segíts a hölgynek! John az egyik kezével a háta mögött határozott mozdulattal jelezte Jennek, hogy most jobb, ha csendben marad. A Black Mountain-ban eltöltött nyolc év valóban sok szempontból megváltoztatta john -t. A nőket itt mindenki hölgyemnek szólította, az ajtóban pedig kortól függetlenül mindig előre engedték őket. Ha egy férfi nyilvánosan egy másik férfi fülehallatára illetlenül viselkedett egy nővel, a bunyó azonnal ott volt a levegőben. Az elegáns ruhás nő már-már könyörgő tekintettel nézett rá, visszautasításával John egész életén át tanult és elvárt illemszabályokat kényszerült felrúgni. Most viszont valami más is volt a levegőben, valami olyasmi, ami tíz perccel ezelőttig még csak fel sem merült volna benne. Méri halála óta eltelt években volt ugyan pár rövid flört, sőt még egy kérész életű viszonyba is belekeveredett az állami egyetem egy tanárnőjével, de egyiket sem szívvel lélekkel csinálta, Méri emléke ahhoz még mindig nagyon élénk volt. A kerítés túloldalán álló nő vonzó és magabiztos volt, ránézésre 35 év körüli, újján, ahogy John egy gyors pillantással felmérte, nem volt jegygyűrű. John fiatalabb, méri előtti önmaga, bizonyára puszta kézzel tépett volna lyukat a kerítésen, csak hogy egy ilyen nő megmentője lehessen. A kísértés most is ott motoszkált benne. Hirtelen azonban valami más, egy sokkal mélyebbről fakadó összönös figyelmeztetés is felébred benne. Valami nem volt rendjén, ez biztos, hogy mi, azt még mindig nem tudta, de túl sok volt a megmagyarázhatatlan esemény, az áramszünet, az egyszer kivételével ettől egyig lerobbant autók és a repülőgépek eltűnése egyre jobban nyugtalanították. Valami baj történt, hosszú ideje szunnyadó városi túlélő ösztönei pedig most kezdtek újra ébredezni. John gyerekkorát a 60-as, 70-es években egy New Yorki munkásnegyedben töltötte, ahol akarva akaratlanul is megtanulta a túlélés szabályait. Még csak 7 éves volt, amikor 1967-ben a nagy zavargások elérték Newarkot, 20-25 évre elsöpörve a békés városi keveredés együttélés lehetőségét. Az olaszok szépen visszavonultak a saját negyedükbe, és itt tettek a lengyelek, írek, spanyolok és feketék is, Azokért pedig, akik sötétedés után, vagy akár fényes nappal, rossz környékre keveredtek, nem kezeskedett többé senki. Jelen helyzetben a fenti, rossz környék, maga az autópálya volt. A négy munkás csak állt és fürkészön mérte végig john és vele a közelben lévő egyetlen működőképes járművet, ez pedig pont elég volt ahhoz, hogy a túlélő ösztönök riadót fújjanak. Egyikük nyilvánvalóan részeg volt, John pedig egyből megérezte benne az ellenséges bajkeverőt. Valami változóban volt, sőt már meg is változott, elég volt hozzá az elmúlt néhány óra. Ha fiatalabb és egyedülálló lett volna, talán megkockáztatja, hogy segítsen a bajba jutott nőnek, hiszen a bátraké a szerencse, a valóságban azonban már apa volt, két lánya és az anyósa pedig ott ült vele a kocsiban. – Hogyan pajtás? – szólt az egyik munkás, már-már gúnyos árnyalattal a hangjában. – Segítsd már ki a hölgyet, majd mi segítünk neki átmászni, aztán mi is átmegyünk, és minket is befuvarozhatsz a városba. A nő határozott pillantást vetett rájuk. Nincs szükségem a segítségükre, mondta hidegen. A részegmunkás halkan felnevetett. John kezdte csapdában érezni magát, kivált miután gyorsan Jenniferre pillantott. Ha elveszik a kocsit, igencsak kemény túra vár majd rájuk. A kissé hátrébb álló kamionsofőr ekkor egy pillanatra elkapta John tekintetét. A férfi alig észrevehetően bólintott, jobb kezét pedig lassan előhúzza a háta mögül. Egy kis kaliberű pisztoly volt nála. Johnnak egy pillanatra összeszorult a gyomra, a sofőr tekintete azonban teljesen megnyugtatta. Bízz ide, én majd figyelek rájuk, sugárzott a pasas szeméből. John újból az elegánsan öltözött nőhöz fordult. Bocsásson meg, hölgyem, de haza kell vinnem a lányaimat. Alig több mint egy kilométerre nyugatra talál élelmet és szállást. Oh, szarházi! Kezdett átkozódni a részeg munkás, és hirtelen megindult a kerítés felé. Lányok, be a kocsiba! Csattant fel John, és ezúttal senki sem veszegette az időt. Mire John a kocsihoz hátrált, már mindenki beszállt, az ajtók hangosan becsapódtak. A részeg munkás egyensúlya szerencsére nem volt az igazi, John gyorsan behuppant a vezetőülésbe, rükvezbe váltott és padlógázzal elindult. – Te rohadék! Csak azt kértük, hogy vigyél el! – kurjantotta a bajkeverő félig a kerítés tetején lógva, és dühösen beintett Johnnak. Padlógázzal toladtak vissza egészen a házukhoz vezető út elágazásig, majd John egyesbe tette a kocsit, megfordult és nekivágott a földútnak. John Materson, el sem hiszem, hogy képes voltál így magára hagyni azt a nőt, különösen azokkal a vademberekkel. Köszönöm, már van családom, válaszolt hidegen John, miközben a visszapillantóban a hátsó ülésen síricsenben csendben kuporgó Jenniferre és Elizabethre pillantott. Érezte a vádló tekinteteket, mintha úgy gondolnák, az apjuk gyáván megfutamodott. Szótlanul megrázza a fejét. A kutyák egyből táncolni kezdtek körülötte, amint felsétált a kocsi bejárón, majd a feszült hangulatot megszimatolva inkább Jennifer és Elizabeth mellé szegődtek. Lányok, kezd sötétedni! Emlékeztek a tavalyi hurrikánra, amikor mindannyian a nagy hálószobában aludtunk? Ma este is úgy fogjuk csinálni. Elizabeth, szedd elő a Petromax lámpát, már tudod, hogy kell meggyújtani. Jennifer segítsen ővérednek. Ápu, mint a Apu, mit, ha kicsit túreagálnád a dolgot? Csak tedd, amit mondtam, mondta John lassan, és határozottan. Rendben! A két lány elindult a bejárati ajtó felé. Jennifer megállás nélkül próbálta kiszedni Elizabethből, hogy mi lesz a szülinapi ajándéka. És Elizabeth, miután meggyújtottátok a lámpát, segíts Jennifernek az injekcióval. Csak annyi időre vegyétek ki a gyógyszert a hűtőből, amennyire muszáj. Oké, apu! És etessétek meg a kutyákat! Úgy lesz, apu? A lányok bementek. John kihalászott egy cigit a zsebéből, és rágyújtott. Nem mész vissza segíteni annak a nőnek? Nem. Jen egy pillanatig hallgatott. Nem ismerek rá, John. Jen, te is tudod, hogy jól döntöttem. Ha visszamegyek, azok a rohadékok megpróbálják majd elvenni a kocsit. És mi lesz azzal a nővel? Egy kicsit sem érdekel a dolog? John éles pillantás vetett Mi a fenére gondolsz? Egyes egyedül látott az útszélén, és az a másik, ha egy kisgyerekkel volt, meg is erőszakolhatják őket. John a fejét rászta. Nem, egyelőre biztosan nem. A melósok még nem voltak olyan vészesek. Egyedül a részeg volt tényleg beszámíthatatlan, a nagypofájú csak a haverjai és a nő előtt akart macsónak látszani. Persze valóban furcsa, hogy ami kocsink működik, a többi meg nem. Hidd el, ha most visszamegyek, már sokkal nagyobb lesz a kísértés, hogy elvegyék. Vagy még rosszabb, egész éjjel taxizhatom, mire mindenkit beviszek az autópályáról a városba, akkor pedig garantáltan még több rossz indulatú, szétsúszott bajkeverőbe futok bele de hogy nőket erőszakoljanak? Nem, ahhoz túl sok normális pasas van még köztük. Mindenki más józan, egy kamionsofőrnél fegyver is volt, bár lehet, hogy te nem láttad. Rendet fog tartani. Az a nő és a többiek is biztonságban vannak, hidd el. Emiatt egyelőre nem aggódnék. Egyelőre? John sóhajtott, megrászta a fejét, Eldobta az elszívott csikket, majd előszedett még egy szálat, és rögtön újra rágyújtott. Jen, szeretném, ha mai éjjel itt maradnál. A lányok nagyon örülnének neki. Hát miattam is aggódsz? Őszintén szólva igen. Nem szívesen gondolok bele, hogy mai éjszaka egyedül furikázol a szörnyetegeddel, mondta, és közben finoman az Edsel motorházára ütött. Rendben van, maradok. John az anyósára nézett, egészen meglepődött, hogy vita nélkül sikerült rávennie a dologra. Máskor szinte mindig felmerült valami egészen nevetséges indok, amin vitatkozni kellett, például, hogy a macska nem maradhat a házban éjszakára. A hirtelen beállt sötétségben már nem is látta Jen arcát, ijegység színesze hangját viszont jól hallotta olyan sötét van! – súgta Jenny. John erre észrevette, hogy valóban szinte korom sötét volt körülöttük. A városban egyetlen lámpa sem világított, talán egy másik Petromax lámpa és néhány gyertya pislákolását kivéve. A völgyet övező domboldalakon álló házak is egytől egyik sötétek voltak. Semmi szólt fény az országútról, még az autópálya lehajtóinál álló pihenőhelyek vakító fényei sem égtek, sőt, esvil magasabb toronyházai sem rajzolódtak ki a horizonton. Egyedül a Kreggi felé emelkedő hegyoldalban égő tűz festette tompavörösre az égboltot. A csillagok lenyűgöző ragyogással hunyorogtak fölöttük. John a szaudarábiai sivatagban még az olajkutak felgyújtása előtt eltöltött éjszakái óta nem látta ilyennek őket. Nem volt semmi, ami elhalványíthatta volna a fényüket, fenséges és furcsa mód megnyugtató látvány volt. Menj csak be, Jen, mindjárt megyek én is. Jen lassan elindult a ház felé. Bent már felderengett a Petromax lámpa fénye, egy perccel később pedig nevetés csapta meg a fülét, ami szintén jó eső érzés volt. Befejezte és eldobta a második cigarettát. Egy kicsit még figyelte, ahogy a parázsló csik halványon izzik egy darabig a feljáró betonján, mielőtt végleg kialszik. Lassan a terepjárójához sétált, beszállt a vezetőülésre és elfordította a kulcsot. Semmi sem történt. Egyetlen apró berrenés sem hallatszott a motortól, a műszerfal pedig a pillanat tölt részére sem villant fel. Teljes volt a csönd. Matatni kezdett az ülés alatt, és egy nehéz, elemes zseblámpát húzott elő. Elcsúszhatta a kapcsolót, a lámpa szerencsére működött. Mire beért a házba, a lányok már nagyban kempingezőst játszottak a hálószobában. Apu! Jennifer új tesztelője nem működik, mondta Elizabeth. Micsoda? Az új vércukor Nyugi, megtaláltam a régit, azt használtuk. Minden rendben? Jól van, szívem. Erre az apró információra a John fejében már korábban is csörömpölő riadó még hangosabb lett. A beépített számítógéppel felszerelt új mérőműszer a modern technika csodájának számított, visszamenőleg is le lehetett tölteni róla Jennifer vércukor szintértékeit. A jövő éten kellett volna megkapnia az új, testbeültetett inzulinadagolót. Valami most azt végül jobban jártak, hogy kisé halogatták a dolgot. Rendben, Elizabeth lassan elindult, John pedig mély lélegzetet vett. Elizabeth! Igen, apu? Öm, teljesben. Nyögte ki hirtelen, kényelmetlen zavarában. Van bármi, amiről beszélnünk kéne? Komolyan, apu! Pont post? Á, igazad van. Rendezkedjetek be a hugoddal, aztán lámpoltás. De hát még nyolc óra sincs. Mondtam, úgy lesz, mint tavaly a hurrikán alatt. Emlékszel? Akkor négy napig nem volt villany, a végére pedig sötétedés után feküdtük le, és hajnalban keltünk. Jól van. John benézett a szobába, ahol nagy örömére Jennifer már fel is sorakoztatta az új béni plüssállatkákat a hatalmas vízágy általa kisajátított oldalán. Hóna alatt az öreg kedvenc nyuszkát szorongatta, a plüsnyulat, amely egész eddigi életben töretlenül a leghűségesebb pajtása volt, még születéskor kapta Bobtól és Barbarától. Az egykor még puha és bolyhos, hófehér öreg nyuszka már persze inkább a piszkos szürke egy sajátos árnyalatában pompázott. Az évek során a gazdájával együtt számtalan viszontagságot vészelt már át, egyszer véletlenül egy étteremben felejtették, a család közel 160 kilométerről fordult vissza érte, Jennifer pedig megállás nélkül bőgött az úton. Egy másik alkalommal a szomszéd kutyája rabolta el, John két napon át járta a közeli erdőket, mire megtalálta. A gyerekbetegségek, például néhány súlyosabb gyomorrontás átvészelése már igazán említésre sem volt méltó. Nyuszka foltos, és itt-ott már teljesen kopasz volt a sok simogatástól, és bár Jennifer már 12 éves nagylány volt, a plüstyúl máig a legkedvesebb játéka maradt. John úgy sejtette, ez soha nem is fog megváltozni. Egészen addig, amíg egy napon a fiatal hölgy egyetemre megy, Nyuszka pedig itt marad majd John asztalán, hogy örökre azokra a csodálatos régi évekre emlékeztesse. Közben a kutyák végeztek a vacsorájukkal, John pedig kiengedte őket a szokásos esti futkározásra. Ginger egy kicsit idegesebb volt a megszokottnál, ilyenkor John általában felkapcsolta nekik a kocsi fényszóróit. Tavasszal medvék barangoltak a környéken fiatal bocsaikkal, a közeli erdőkben pedig mosó éltek, bármelyik feltűnése valódi szívrohammal ért volna fel a kutyák számára. Ginger a dolga végeztével már szaladt is vissza a házba, hogy biztonságban Jennifer lábához kucorodhasson. Holnap ugye nem kell suliba menni? kérdezte reménykedve a szülinapos. Ha az áram visszajön éjjel, akkor suli is lesz. Ha nem, akkor mind itthon maradunk. Remélem, egész éjjel korom sötét lesz. Ezek szerint enyém a vendég szoba? kérdezte Jenna Petromax lámpával a kezében. Dehogy nagyi, te is itt maradsz velünk? jelentette ki Jennifer. Vagyis én leszek középen, sóhajtott felpanaszosan Elizabeth. Az álmában rugdosódó kis csaj mellett. Rendben, hölgyeim, én a dolgozó szobában leszek. Most pedig alvás. Jen rájuk mosolygott, majd a lámpával együtt elindult a fürdőszoba felé. Jó éjt, lányok! Szeretünk, apu! Én is titeket. John becsukta az ajtót, és átszamogott a dolgozó szobájába. Leuppant az asztalához, és a zseblámpát az asztalra állította, hogy a teljes szobát betöltse a plafonon megtörő fény derengése. A külön dolgozószoba mindig is bosszantotta a mérit. Azt mondta, az ilyesmi nem illik egy katonához, John viszont minden alkalommal emlékeztette rá, hogy nem csak egy katonához ment feleségül, hanem egy tanárhoz is. Az asztal mindkét oldalán papírhegyek tornyosultak, akárcsak, ahogy mondani szokta, a valódi hegyek földtörténeti rétegei. Balra egy plafonigérő könyvespolc állt, Rajta dupla sorokba rendezett kötetek a legkülönfélebb témákban, a legközelebbi polcon pedig mindig az aktuális munkáihoz szükséges, vagy épp a leggyakrabban forgatott referencia anyagok álltak. A polccal szembeni falon családi fényképek sorakoztak a gyerekek fotóival, John és Méri bekeretezett diplomája mellett. John felállt, és pár pillanatig csak feszülten bámult a könyves polcra. Néhány kötetet arrébb pakolt a külső sorokból egészen addig, amíg meg nem találta, amit keresett. Óvatosan kibányászta a régi nyomtatványt. Évek óta nem volt már a kezében, a katonai főiskolás idők óta legalábbis biztosan nem. A könyvet a combján egyensúlyozva leült, majd egyik kezével az oldalak fölé tartotta a zseblámpát. Átfutotta a tartalomjegyzéket, a kötet a 90-es évek közepén még pont Pátrix nyomtatóval készült nyomtatvány volt, majd hátradőlt és fél órára belemerült az olvasásba. Végül az asztalra tette a papírköteget. A John mögötti falon egy bezárt szekrény volt. Az asztal fiókból egy kulcsot vett elő, kinyitotta a zárat, majd kitálta a szekrény ajtaját. Benyúlva kicsit habozni látszott, majd végül egy huszas kaliberű sörétes puskát emelt ki. Három töltényt vett ki a lőszeres polcon álló dobozból. Az F-féle puska csak nagyon közelről halálos, elrettentésre viszont kiváló. Ezután a pisztolyok következtek. Választása a legkevésbé sem volt mindennapi, amivel tisztában is volt, egy régi kolt Dragon revolvert vett elő a szekrényből. Nagy darab, súlyos kézi fegyver volt, a legtöbb részeg már a pusztalátványától is menekülőre fogta a dolgot. John mindeddig egyetlen egyszer használta életében, még az egyetemi évei alatt, mielőtt Mérivel megismerkedtek volna. Akkoriban a kampuszon kívül lakott egy aféle farmon, hat-hét másik sráccal együtt, mindannyian hosszú hajú hippik voltak, és azokban az időkben egy kicsivel talán több füvet is fogyasztottak a kelleténél. Méri persze azonnal kikötötte, hogy ezt egyszer és mindenkorra abba kell hagynia, ha tényleg randizzi szeretne vele. Pár helyi nehéz fiúnak ellenérzései támadtak a közelükben tanyázó, lobonzos tetvek iránt, és egy csendes éjszakán tiszteletüket tették a farmon. A konyha ajtaját egy sörétes puskával lőtték be, és üvöltözve követelték, hogy a bent kuporgó tetvek bújjanak elő, itt az ideje ugyanis, hogy megkapják, amit érdemelnek. John lakótársai teljesen berezeltek, egyikük zokogni kezdett, és nem értette, miért találta magát hirtelen a gyilkos túra című Bart Reynolds filmben. A támadók azonban nem számoltak a tetvek között élő New Jersey gyerekkel, aki már akkoriban is polgárháborús hagyományőrző csoportokba járt, és eléggé jól értett a fegyverekhez. John kezében a dragonnal lépett ki a házból, célzott, majd két lövést adott le az egykezes mordájból a bajkeverők feje fölé. Senkit sem akart bántani, bőven elég volt, ha így szétugraszja a társaságot. A két figyelmeztető lövés után leeresztette a pisztolyt, és egyenesen a puskát tartó rohadék melkasának szegezte. A következőt már nem hibázom el, mondta nyugodt hangon. Ha semmire kellők erre pokoli sietséggel ugráltak vissza a furgonjukba, a lakótársai pedig megjelentek a teraszon, és lenyűgözve nézték, hogy visszasétál feléjük. John tisztára Gary Coopernek érezte magát a délidő című vesztendből a felsőbbrendű tűzerő békét teremt, mondta nyugodtan, majd bement a házba, és egy nagy adag vodkával próbálta megnyugtatni az idegeit, míg a lakótársai a teraszon fél éjszakán keresztül újra és újra eljátszották a történteket. Hogy mi rémítette meg igazán? Az érzés, hogy igenis képes lett volna megölni az egyik nyomorultat, ha a banda még egy rossz lépést tesz később visszagondolva a legkevésbé sem tetszett neki a dolog, és őszintén remélte, hogy soha többé nem ismétlődik meg. Évekkel később Irakban persze újra hasonló helyzetben találta magát, bár a ravasz nem neki kellett meghúznia, csak másokat utasított rá. Az incidens napján szombaton egy kartonsörrel maga a főbérlő is megjelent, hogy megcsodálhassa az immár legendás pisztolyt, és ünnepélyesen bejelentette, hogy – Srácok, úgy tűnik, ezentúl senki sem mer majd packázni veletek. Egy hónappal később John pár barátjával beugrott egy útmenti kocsmába egy sörre. A pultnál a korábbi támadók egyikével találta szemben magát. Egymás kölcsönös felismerése után néhány igencsak feszült pillanat következett, majd az ipse jóízű ízű nevetésben tört ki, Meghívta Johnt egy sörre, és az egész kocsmának elmesélte a történetet. Rendes ki gyerek ez, én mondom. Fejezte be a sztorit, majd sokat szóra is kezet rázott Johnnal. Apokolba is, már ekkor teljesen oda volt a déli államokért. Megtöltötte a revolvert, letette az asszalra. Hirtelen észrevette, hogy nincs egyedül, és felnézett. Jen állt az ajtóban. Valami súlyos dolog történt, igaz? kérdezte. Aludj inkább! Egy pillanatig habozott. Pihent ki magad, anyu! Jen egy percig még szótanul áldogált, majd bólintott és eltűnt a folyosón. John a cipőjét sem vette le, egyszerűen kinyújtózott a fal mellett álló heverőn, a puskát meg maga mellé fektetve a padlón. Jó néhány órába telt, mire végre sikerült elvóbiskolnia. A másik szobában Zek épp akkor bújt ki Jennifer öleléséből, majd halkan átrappolt a dolgozó szobába, hogy az éjjel hátralévő részét a gazdája mellett tölthesse.